Belegondoltak már abba, hogy mi az élet értelme? Miért vagyunk itt? Honnan jövünk? És hová megyünk, ha az életünk véget ér? Ebben az előadásban Dr. Hovind sziklaszilárd bizonyítékokat mutat be, melyek megmutatják, hogy a Föld nem több milliárd éves, sőt, egyenesen a hatnapos teremtést támasztják alá, amiről az 1 Mózes 1-ben olvasunk. Üdvözlöm Önöket, a nevem Erik. Remélem, élvezni fogják ezt a hihetetlen előadást, melynek címe a Föld kora. Megtiszteltetés, hogy itt lehetek Tennessee-ben. A nevem Kent Hovind, 15 évig tanítottam természettudományt, és 16 éve tartok előadásokat a teremtésről, az evolúcióról és a dinoszauruszokról. Mindig elmondom előre, hogy hitem szerint a Biblia az élő Isten tévedhetetlen, ihletett igéje, amit elhiszek az elejétől a végéig, és azt is hiszem, hogy az enyémre az van írva, Kent Hovind. Aki nem tudná, a Biblia egy kézikönyv a földbolygót elhagyok számára, amit mindenkinek el kellene olvasni, amivel nagyon sokáig leszünk távol. Mert ha innen egyszer elmegyünk, akkor már nincs visszatérés, ezért fontos, hogy a jó helyre kerüljünk. Keresztényként az egyik feladatom az, hogy mindig készen álljak számot adni azoknak, akik számon kérik tőlem a bennem élő reménységet. Az elmúlt pár száz évben a keresztények nem igazán tudtak választ adni az evolúció elmélettel kapcsolatos kérdésekre, mi pedig hagytuk, hogy ez a filozófia, ami igazából egy vallás, betörjön az iskoláinkba és a jogrendszerünkbe, és most már a gondolatainkat is uralja ez a filozófia, amire nincs tudományos bizonyíték. Egy sincs. Negyedmillió dollárt ajánlottunk fel annak, aki tudományos bizonyítékot mutat fel az evolúcióra. 12 éve áll az ajánlatunk, de bizonyíték az nincs. Egyesek hisznek benne, de ettől az még nem lesz tudomány. 3 dolgot szeretnék elérni az előadással. Először is szeretném megerősíteni az Isten szavába vetett hitüket. Másodszor, aki még nem tért meg, annak szeretnék segíteni a megtérésben. Megmondom előre, hogy ez a célom, nem titkolom. Harmadszor azt akarom, hogy az, aki már megtért, de nem sok mindent tesz az Úrért, az érezze magát rosszul. Rendben, most már tudják, mire számíthatnak. Ez itt nem a feleségem, csak egy fénykép róla. Múlt évben volt a 31. évfordulónk, leültünk és kiszámoltuk, mennyi pénzt költöttünk el az esküvünk óta. Elköltöttük mindet. Pensacolában élünk, illetve amit meghagyott belőle az Iván hurrikán, de lassan újraépítjük. 3 gyermekünk van, mindet megházasítottam, a kutyánk pedig kimúlt. Úgyhogy megcsináltam, hála érte az Úrnak, csend van a házban. Az egész családunk a misszióban dolgozik, és van már 4 unokánk is. Az unoka pedig Isten ajándéka azoknak, akik nem ölték meg a gyereküket, amikor ez megfordult a fejükben. Hányan jöttek erre rá maguktól? Nagyszerű. Mind a közelünkben élnek és a misszióban dolgoznak, Istent akarják szolgálni az életükkel. Ez egy komoly dolog. Úgy 40-en dolgoznak a missziónkban, melynek célja az, hogy az emberek Isten igéjébe vetett hite megerősödjön. Meg akarjuk változtatni az emberek világnézetét. Kétféleképpen lehet nézni erre a világra, ezt hívják világnézetnek. Hogyan néznek a világra? Egyesek így néznek rá, mások úgy. A világnézetünk meghatározza azt, hogy milyen választ adunk az élet 4 nagy kérdésére. 4 alapkérdés van, amit a Föld összes vallása próbál megválaszolni. Ki vagyok, honnan jövök, miért vagyok itt, és hová megyek, amikor meghalok. A kérdésekre adott választ a világnézetünk határozza meg. Egyesek azt mondják, elképesztő, az ősrobbanás hozta létre mindezt a semmiből. Ez a humanista világnézet, melynek alapja az evolúció elmélet. Mások azt mondják, hihetetlen ez a tervezettség. Kell, hogy legyen egy tervező. Ez a kreacionista világnézet, melynek alapja a teremtés. Ez a két világnézet harcol egymás ellen, és csak az egyik lehet igaz. Én pedig örömmel mondom meg, melyik az. Az egyetemeken már 92 vitám volt, az egyik itt Knoxville-ben, Dr. Pigliucci-val. 2 vitatkoztam vele, és boldogan megtenném újra, de kétlem, hogy ő örülne neki. A fickók, akikkel vitázok, okosabbak nálam, de lemészárlom őket, mert nekem van igazam, ők pedig tévednek. Ennyire egyszerű. Ha az evolúció elmélet igaz lenne, milyen választ adna az élet 4 nagy kérdésére? Ki vagyok és mennyit érek? Nos, ha az evolúció elmélet igaz, akkor az ember nem fontos. Csupán egy partra vetett protoplazma, ami nem ér semmit. Sőt, csak a baj van vele, mert szennyezi a környezetet, így minél több pusztul el, annál jobb. Ez a normális evolucionista gondolkodásmód. Honnan jövök? Ha az evolúció elmélet igaz, akkor egy 20 milliárd éves bifiből. Miért vagyok itt? Mi az élet célja?
Ha az evolúció igaz, akkor az életnek nincs célja, úgyhogy érezzük jól magunkat. Ha jól esik, akkor csináljuk. Hová megyek, ha meghalok? Ha az evolúció igaz, akkor egy sírba, aztán kukac lesz belőlem, vagy egy növény. De a Biblia azt mondja, kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Ha ez igaz, akkor mindjárt más válaszokat kapunk azokra a kérdésekre. Akkor jobb, ha kiderítjük, kicsoda Isten és mit akar, és tegyük is azt, mert ha ő teremtette a földet, akkor az övé, és ő az Úr. Jobb, ha megtudjuk, mit akar. Ha pedig nem engedelmeskedünk, akkor egy nap nagy bajba kerülhetünk. Erről később még beszélek. Az ördögnek nem tetszik, hogy Isten megteremtette a földet. Ezért ment oda Évához az Éden kertjében is. Mit kérdezett tőle először? Csak ugyan azt mondta Isten? Csak ugyan azt mondta? Próbálja erőltetni a kétkedés magját. A sátán folyton azt akarja, hogy kételkedjünk Isten szavában. Ezért van a nagy kavarodás a Biblia verzió körül is. Erről bővebben a 7. videón. Aztán azt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg. Lényegében hazugnak nevezi Istent. Ma arról fogok beszélni, amit ezután mondott Évának. Azt mondta, ha esztek a fáról, olyanok lesztek, mint az Isten. Szóval itt kezdődött el az evolúciós gondolkodásmód. Nem Darwinnal kezdődött, hanem a sátánnal az Éden kertjében. El akarja hitetni velünk, hogy Istenek lehetünk. Fiúk, lányok, amőbaként kezdtük, de fejlődünk. Egyre nagyobbakká, jobbakká és okosabbakká válunk, és egy nap beutazunk az univerzumot, és új életet találunk, mint az űrszekerekben. Folyton azt kérdezik tőlem, hogy Hovind maga szerint van intelligens élet más bolygókon? Nos, én 15 évig tanítottam középiskolákban, szerintem ezen a bolygón sincs sok intelligens élet. Én nem sokkal találkoztam. A sátán hazudik. Hazugság, hogy isteneké válhatunk. A mormon egyház mégis elhitte. Azt tanítják a híveknek, hogy ha valaki jó mormon, akkor a mennybe érve istenné válik. Aki jó mormon feleség, a mennybe érve örökké terhes lesz, szellemgyerekeket fog nemzeni. A feleségem nem akar oda menni. Szerinte az nem a mennyország. Van pár jó könyv, ami segít a mormonok megtérésében. Ha segíteni akarnak mormonokon, akkor olvassák el. Pár éve döbbenten olvastam, hogy elismert katolikus teológusok egykor azt tanították, hogy isteneké válhat az ember. Most is benne van a katekizmusban. A legtöbb katolikus persze nem hisz benne, és nem is tudják, hogy a vezetőik valaha ezt tanították. De Kenneth Copeland is azt mondta, Ádám Isten húsvér manifestációja volt az Éden kertjében. Azt mondta, nem bennünk van Isten, mi vagyunk az Istenek. Bocs, Kenneth, de ez őrültség, oké? Okay? Kenneth Hagin mondta, a hívőket Krisztusnak hívják, ezek vagyunk mi. Mi vagyunk Krisztus. Ez őrültség, mi nem vagyunk Krisztus, és nem is lehetünk. Kenneth Hagin sem Krisztus, bár azt azért megnézném, ahogy a vízen jár. Lucifer akar Istenné válni. Lucifer mondta, fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére a messze éjszakon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez. A sátán akar lenni az Isten is dühös, mert a mennyben erre a posztra nincs felvétel. Nem lehet Isten, ezért hazudta Évának, hogy Isten lehet. A sátán gyűlöl minket, mert Isten képére lettünk teremtve. Éva pedig benyelte, mint kacsa a nokedlit. Szuper, Isten leszek. Hitler mondta, ha elég sokáig és elég hangosan mondunk el egy hazugságot, az emberek el fogják hinni. Egy nagy hazugságot könnyebben hisznek el, mint egy kicsit. Ha valakivel el akarnak hitetni egy hazugságot, tegyék azt, amit a bátyáim tettek velem. Két bátyám van, mindig idősebbek voltak nálam. Még most is azok. 6 éves lehettem, és akkor Illinoisban éltünk. Mellesleg hány Yankee van itt ma? Hadd lássam. 5, 6, 7. Oké, és déliekből hány van? Ne feledjék, ki győzött. Tudom, a harcnak még nincs vége, igaz? Szóval Illinoisban nőttem fel északon, aztán Floridába költöztem, amikor rájöttem, hogy a déliek újra fel fognak lázadni az északiak ellen. Szóval 6 éves lehettem, és egy reggel leszaladtam reggelizni. Én értem oda elsőnek, ezért én tehettem az utolsó banánt az apejhemre. Pár perc múlva jött a két bátyám. Azt kérdezték, Kent, ez az utolsó banán? Az. És az enyém. Kinek van idősebb testvére? Ismerik az érzést, amikor egyszer sikerül kiszúrni velük?
Aznap reggel tudtam, hogy nekem is sikerült, szerették volna banánomat. De a nagy testvérek nem kérnek, hanem vagy elverik a kicsit, és elveszik, vagy hazugsággal kicsalják tőle azt, amit akarnak. Azt mondták a bátyáim, hey Kent, tudod, hogy készül a banán? Azt feleltem, hogy nem. Csak 6 éves voltam, és laboratóriumi tesztek bizonyítják, hogy az agy csak 18 és 20 éves kor között kezd el nőni. Hány szülő tudja ezt igazolni? Azt feleltem, hogy nem tudom, elmondanátok? Nos, Dél-Amerikában a fákon élnek a pókok, és amikor megdöglenek, a lábukat felhúzzák, aztán azon elkezd nőni a penész. A banán nem más, mint a döglött pók penészes lába. Azt mondtam nekik, hazudtok, ti csak a banánomat akarjátok. Nem, nem, öcskös, nem hazudunk. Vágd el a banánt, és nézd meg a közepét. Még mindig ott vannak a fekete pöttyök, ahol a póklába volt. Ezután vagy 3 évig nem ettem banánt. Hazudtak nekem. Hazudtak már önöknek? A fekete pöttyök nélkül nem hittem volna nekik. A hazugság csak akkor hihető, ha kevernek hozzá némi igazságot is. Ezt a technikát használják patkányölésre is. Nem egy tál mérget adnak a patkánynak, hanem egy tál jó ételt, benne egy kevés méreggel. Olyan dolgokat kevernek össze, amik nem tartoznak össze. A patkány méreg 99,995%-ban jó étel. Az bizony, ugyanígy adták el évekig a Marlboro cigarettát is. Kaubolyokkal keverték. Nézzenek meg egy Marlboro reklámot, mindig van benne valami kaubolyos dolog. Gondolkodtak már rajta, hogy mi a kapcsolat a Marlboro és a kaubolyok között? Minden kauboly Marlborót szív? Nem. Cigizni kell ahhoz, hogy valakiből kauboly legyen? Nem. Ha valaki elkezd Marlborót szívni, abból automatikusan kauboly lesz? Nem. Csak a szaga lesz olyan, mint egy lóé, oké? Mellesleg laboratóriumi tesztek bizonyítják, hogy a világon senki sem cigarettázik. Csak a cigaretta, aki a cigi végén van, az csak szív. Ennyi. Szerintem rá kellene írni a cigarettára az igazi nevét, hívhatnák úgy, hogy rákaretta, lehelletrohasztó, szívromboló, rosszindulatú, váladékképző és pénzégető. De ugyanezt csinálják a sörrel és a sporttal keverik. De mi köze a sörnek a sporthoz? Ott áll a nagy darab focista kezében egy doboz badostobáb vagy badidiótáb, Budweisernek nevezik, amiből a Weiser szó jelentése bölcsebb, pedig a sörtől aztán tényleg nem lesz senki bölcsebb. A kezében a sör is azt mondja, ha ezt iszod, focista leszel. Na persze. A Biblia azt mondja, az alkohol tönkre teszi az életet. Kinek jaj, kit vernek véresre hiába, akik bor mellett vigadnak. A Biblia azt mondja, rá se nézzünk, ha már erjedt. Habakuk mondja, jaj annak, aki leitatja embertársát. A Bibliában sokat olvasni arról, hogy még érinteni sem bölcs dolog. Egy srác kérdezte tőlem egyszer, mi van, hogy nem szereti a sört? Nem tudom, sosem kóstoltam. 52 éves vagyok, de egy kortyot nem ittam még. Csak alkoholos kanalas gyógyszert ittam. Azt mondta, honnan tudja, hogy nem jó, ha még ki sem próbálta. Mire én? Ez aztán a remek élet filozófia, fiam, hadd kérdezzek valamit. Raktad már a fejed kamionkereke alá? Ha még nem próbáltad, honnan tudod, hogy nem jó? Nem kell mindent kipróbálni, hogy rájöjjünk, jó vagy rossz. Másként is lehet tanulni. Például mások kárát látva, hé, ezt nem csinálom, mert fájni fog. Tudják, olyan ez, mint azok a híres utolsó mondatok, tudják? Az nem cápa. Szeretem a tudományt, és gyűjtöm a szakkönyveket. Sok jó tudomány van bennük, de kevertek beléjük egy kis mérget is. Mint a patkány méregbe, a jó itellel semmi bajom, csak a méreggel van. Most kellene nekem egy fiú és egy lány a tudományos befőttes gumi kilövéshez. Ki szeretne tanulni? Oké, te kis öreg, gyere ide, és egy kislány is kell, gyerünk. Ott egészen hátul, oké, futás, futás. Tehát a tudományos befőttes gumi kilövése. Hogy hívják, uram? Josh? Hány éves vagy, Josh? Na hát egyszer én is voltam 10 éves, egy egész évig. 11-nek kellett volna lennem, de 3 évig beteg voltam 2,5 éves koromban. És hány éves leszel, amikor majdnem 12 leszel? 11. Anyukád mennyit fizet, hogy jó legyél? Semmit. Szóval egy 10 éves semmire kellő vagy. Válasz magadnak befőttes gumit, Josh. A barnát választottad, és mi az önneve, hölgyem? Laura, választ te is gumiszalagot. Persze, hogy a rózsaszín kellett neki. A következő lesz Josh és Laura. Innen, ahol állunk, el fogunk lőni, a középső sorig mehet. Az úgy nem lesz jó, az kettő, próbáld egy narancssárgával. Nem látom, hogy kettét vettél ki. Oké, Josh, lőd be a középső sorba.
Túlment az asztalon, de az nem elég. Laura, te próbáld meg. Ó, a harmadik sorig ment. Na ezt figyeljétek, legugolok hozzátok, és megmutatom, hogyan kell tudományosan kirülni egy befőttes gumit. Készen álltok? Figyeljétek, hogy az ujjaim végig a kezemen maradnak. Hihetetlen mi? Oké, figyelem. Látjátok a fickót a templom végében? Ej, csak 3/4-ig ment el. Most valószínűleg mindenkinek ugyanaz a kérdés jár a fejében. Milyen kérdésre gondoltál? Hogy csinálta? Látjátok, kitaláltam a gondolatotokat. Mielőtt megmutatnám, hogy csináltam, elmagyarázok valamit. Vannak gyerekek, akiknek nem szabad megmutatni bizonyos dolgokat, mert aztán felhasználják a társadalom ellen. Ki felel ezért a gyerekért? Hol vannak a szüleid? Elmondhatom neki? Ajjaj, anya azt mondja, hogy nem. És kivel jött ez a gyerek? Senkivel? Á, ott hátul. A férje nem jött el, hölgyem? Oké, figyelem. Akkor jön a tudományos magyarázat. A guminak két oldala van. Eddig értitek? Az egyik oldal a hús, vagyis a testetek, a másik pedig a lélek. A léleknek a testben kell élnie, különben meghaltok. Ha a lélek kilép a testből, akkor nagy gond van, valószínűleg az egész környéken. A befőttes gumi kilövését ott szúrják el a legtöbben az életben is, hogy ugyanannyi energiát fektetnek a testbe, mint a lélekbe. Ha mindkét oldalt meghúzzátok, ha látnátok lassítva, így csinál a befőttes gumi. Minden energia felemésztődik, mert a test és a lélek egymás ellen feszül. Tehát a légnemű közegben történő gyorsulás elérésének titka a turbulencia minimalizálása vagy eliminálása. Világos? Csak annyit csináltam, hogy az egyik oldalt feszesebbre húztam a másiknál. Az egyik oldal feszes, figyeljétek, mi történik. Ha jól csináljátok, a lélek vezeti a testet, lecsökkenti a turbulenciát, és sokkal messzebbre repül. Eltaláltam a fickót a hátsó sorban. Amikor itt állok egy rakás befőttes gumival, és tudom, hogy bárkit el tudok találni, az olyan hatalommal ruház fel, amit néhány kölyök nem tud kezelni. Tudod, miről beszélek? Most is ez jár a fejedben, mi? Gondoltam. Tapsoljuk meg a gyerekeket, üljetek vissza helyetekre. A Biblia azt mondja, mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezért nem megy a lelki élet sok embernek. Túl sokat adnak a testüknek. Kapcsolják ki néha a tévét. Nem nehéz. Holnap látni fogják a szuper repülőgépeinket, nagyon meg fognak lepődni. A papír repülőgépeim olyan messzire mennek, hogy ha nem akadnának fenn egy fán, akkor le is szállnának. A rekordunk eddig 137 méter. Holnap az épület tetejéről fogunk egyet megröptetni, de az majd holnap lesz. Nem vagyunk tudományellenesek, de az nem lehet, hogy mérget is kevernek a tudományhoz. Ez minden. Itt egy elsős tankönyv. Ezt tanítják az elsősöknek. A Föld sokat változott a kialakulása óta, ami 4,5 milliárd éve történt. Na, álljunk meg egy percre. A Föld 4,5 milliárd éves? Nem annyi, mindjárt meglátják. De ha ezt mondják egy elsősnek, az el fogja hinni. Az elsősök mindent elhisznek. Azt is, hogy a banán penészes pókláb. Én is elhittem. Aztán másodikban megint ezt tanítják, a Föld megváltozott a 4,5 milliárd éve történt keletkezése óta. Az élet is kifejlődött a Földön. A kifejlődött szó nagyon trükkös. Kb. 90 vitán és 7000 rádiós és tévés műsoron vagyok túl, és megtanultam, hogyan lehet a vitát az első 5 perc alatt megnyerni. Nagyon könnyű. Valaki azt kérdi, hisz az evolúcióban? Mire gondol? Hát tudja, az evolúcióra. Mármint melyikre? A szónak 6 jelentése van. Miről beszélünk, a kozmikus evolúcióról, az idő, a tér és az anyag evolúciójáról? Abban nem hiszek, erre már is visszatérek. Vagy a kémiai evolúcióról? Mert az ősrobbanás elmélet szerint az ősrobbanás hozta létre a hidrogént és talán egy kis héliumot is. Akkor honnan van a többi elem?
Higgyem el, hogy az uránium a hidrogénből fejlődött ki? Persze, ott van a csillagokban a magfúzió, igen, de a vason túl a fúzió nem működik. És mi volt előbb a tyúk vagy a tojás? Mert a csillagok hozzák létre az elemeket, de az elemek kellenek a csillagokhoz is. Mi volt előbb? Ebből következik a csillagevolúció. Hogyan jöttek létre a csillagok? Tudták, hogy még senki nem látott csillagot születni. A tudósoknak fogalmuk nincs arról, hogyan jöhet létre egy csillag. Még jó elméletük sincs rá. Erről bőveben a hetedik videóban. Csillagokat látunk felrobbanni, azok a novák vagy szupernovák, ezek gyakori dolgok. A csillagszületést viszont sosem látjuk. Mégis annyi csillag van az űrben, hogy a Földbolygó minden egyes lakójára jutna belőlük 11 billió csillag. Most ennyiről tudunk. Amikről nem tudunk, azokról nem tudunk. Aztán ott van még a szerves anyag, az élet evolúciója, az életet nem élő anyagból kellene létrehozni, de nem tudják, hogy ez hogyan történhetne. Aztán kellene még a makroevolúció is, amikor egy állat átalakul egy másik állattá, de még senki nem látott olyat, hogy egy kutyának ne kutyája született volna. Soha. Születhet nagy vagy kis kutya, de az mindig kutya lesz. Lehet, hogy a kutyának, a farkasnak és a préri farkasnak közös őse volt. Ez valószínűleg így volt. De egy 5 éves is tudja, hogy ugyanaz a fajta állat mind a három. Bebizonyítom. Van itt egy 5 éves gyerek? Vagy 6? Nincs? Oké. Hány éves vagy, cimbora? 6? Válaszolj nekem valamire. Itt egy kutya, egy farkas, egy préri farkas és egy banán. Melyik a kakukk tojás? A banán, tapsolják meg, nagyon jó. Néhány professzor számára ez nem ilyen nyilvánvaló. Tudod mit? Az előadás végén menj ki a folyosóra és az asztalon lévő DVD-k közül válasz egyet magadnak. Jó? Van egy csomó dínós DVD-nk odakint. A Biblia azt írja, hogy minden állat a maga fajtája szerint hoz utódot. De Charlie Darwin írt egy könyvet, aminek a címe a Fajok eredete. A kutya és a farkas ugyanolyan fajta állat, de más fajhoz tartoznak. Mindenkit átvert azzal, hogy fajra cserélte a bibliai fajta szót, erről bővebben a 4. videóban, és végül van még a mikroevolúció. Ez változást jelent a fajtákon belül, ez megtörténik. A 6-ossal nincs gond. Az állatok sokféle utódot hozhatnak létre, hosszú és rövid szűrű, hosszú és rövid lábú utódokat, ez rendben van. De az első 5 tisztán vallásos spekuláció, nem tudomány. Azokat soha nem figyeljük meg. Tehát ha evolúciós vitát akarnak nyerni, csak definiálják a fogalmakat. De példát is csak a 6-osról fognak mondani, amiről senki nem vitatkozik. Megtörténik, de ők azt képzelik, hogy ez bizonyíték az első 5-re is. De nem az. A tanárokat arra képzik ki, hogy hangsúlyozzák az iskolában, hogy a Föld több milliárd éves. A gyereknek ezt el kell hinnie. De én az ódivatú ember úgy vélem, hogy a természettudomány órán természettudományt kellene tanítani. A tudomány megfigyelhető, tesztelhető dolgokkal foglalkozik, mint például a termodinamika első törvényével. Ez kimondja, hogy anyagot nem lehet se létrehozni, se megsemmisíteni. De ha minden a létrehozhatatlan és megsemmisíthetetlen anyagból van, akkor hogy jött létre a világ? Mert létrejött. Így csak 2 opciónk van. Valaki létrehozta a világot, vagy a világ hozta létre magát. Harmadik lehetőség nincs. Van pár holdkóros, aki szerint nem is létezünk, csak azt hiszik, hogy létezünk. Őket felejtsük most el. Létezünk. Tehát, vagy Isten teremtette a világot, ahogy a Biblia írja, vagy a világ teremtette magát, és egyszerűen csak van. Nos, ha a világ teremtette magát, hogyan történt ez? Az ördög sokáig gondolkodott ezen, aztán egy nap előállt az ősrobbanás elmélettel. Ki hallott már az ősrobbanás elméletéről, a nagy boomról? Egy alkalommal Dallasból repültem San Franciscóba, és pont mellém ült egy professzor a Berkeley Egyetemről. Aki nem hallott még a Berkeley-ről, annak elmondom, hogy a Berkeley nem éppen egy hittudományi főiskola. Szóval ott üldögélek a gépen, ilyen közel a fickóhoz is elkezdünk beszélgetni a teremtésről és az evolúcióról. Aki mellé leülök, az mindenről a témáról akar beszélni, és én nem ellenkezek. Azt mondja, ő az evolúcióban hisz. Muszáj is neki, ha Berkeley tanít. Azt kérdeztem tőle, mondja uram, maga szerint hogyan jött létre a világ? Nos, az ősrobbanásban.
Mire én tényleg? Magyarázza el nekem, hogyan. Mire ő? Maga természettudomány tanár is nem hallott a nagy bumról? Mire én? Ó, nagyon is sokat hallottam róla, és hiszek is benne, de az én nagy bumom más, mint a maga nagy bumja. Mondja el, milyen volt a magáé, aztán én is elmondom, milyen volt az enyém. És a professzor elkezdte mondani, mintha csak egy tankönyvből olvasta volna. Nos, Mr. Hovind, úgy hiszem, mint egy 18-20 milliárd évvel ezelőtt, az jó hosszú idő, az univerzum összes anyaga, az meg jó sok cucc. Mellesleg az univerzum szó két latin szó összetétele, unus, a jelentése egyetlen, és versus, ami kimondott mondatot jelent. Tudták, hogy egy kimondott mondatban élünk? Ezt mondta Isten, legyen. Ez aztán a tanítás. Ez szintiszta tanítás, és ha egy lelkipásztor erre nem jön rá magától, akkor azzal valami baj van. Az univerzum összes anyag egyetlen sűrű, nagyon forró pontban koncentrálódott, ami kisebb lehetett egy pontnál ezen a lapon. Mi van? Az univerzumban minden egy pontnál kisebb helyre volt összezsúfolva. Tömör kis pont lehetett, és jó, nehéz is. És nem is csak egyszer fordult elő, fiúk, lányok, azt írja a könyv, egy nap, sok milliárd év múlva minden anyag és energia újra egy ponttá fog zsugorodni, és akkor újabb robbanás lesz. 80-100 milliárd évente megtörténik. És kivágtak egy fát azért, hogy ezt kinyomtathassák. Hol vannak ilyenkor a környezetvédők? Például Al Gore. Tényleg, miért küldték Al Gore-t Washingtonba, fiúk? Jól el volt itt, nem? Ez a tankönyvíró zseniális alak, eszméletlenül okos, de tényleg azt írja, fiúk, lányok, a semmi tényleg semmit jelent. Ennyi ész kell egy könyv megírásához. Nem csak az anyag és az energia tűnne el, hanem a tér és az idő is. Azonban a fizikusok szerint ebből a semmi állapotból jött létre az univerzum egy gigantikus robbanásban. Tessék? Igen, fiúk, lányok, egy nap a semmi felrobbant. És most itt vagyunk. Napokig beszélhetnénk az ősrobbanás elméletről. Régen azt mondták, hogy az a dolog, ami felrobbant, pár fényév átmérőjű volt, aztán ez lecsökkent 275 millió mérföldre, aztán 71 millió mérföldre, egyre kisebbnek mondták, ma pedig már azt mondják, hogy a semmi robbant fel. Pár évvel a Discover magazinban feltették a kérdést, honnan jött a világ mindenség. Fiúk, lányok, az univerzum a nagy semmiből robbant a valóságba. Ahogy nőtt, egyre több dologgal telt meg, ami a sehonnanból jött elő. Ez meg hogy lehet? Kérdezik Alan Guthot. Az elmélete mindent megmagyaráz. Találkoznom kell ezzel a fickóval. A Scientific Americanben azt írta, a látható univerzum egy végtelenül kicsi régióból fejlődhetett ki. Vagyis egy pontból. Az ember kísértést érez egy lépéssel tovább menni és arra következtetni, hogy az egész univerzum szó szerint a semmiből fejlődött ki. Fiúk, lányok, mindegy pontból jövünk, a pont pedig a semmiből. Ezt nevezik tudománynak, és le is írják tudományos folyóiratban. Én ezt mesének nevezném, és kidobnám a szemétbe. Azt kérdeztem, professzor úr, mi történt a pontjával? Azt felelte, Hovind 20 milliárd éve a naprendszer összes porát magához vonzott egy egészen apró pont, ami forgott. Egyre gyorsabban forgott, és hirtelen felrobbant. Ősrobbanás. A robbanásban szétrepülő darabkákból lettek a galaxisok, a nap, a hold, a csillagok, és mi is az emberek csillagporból vagyunk. Mire én, uram, felteltek pár kérdést? Persze, mire kíváncsi? Tudják, 3 órán át ültünk azon a gépen ilyen közel egymáshoz. Uram, azt mondta, hogy 20 milliárd éve minden por összetömörödött, felpörgött és robbant. De honnan jött a por? Ki hozta létre az anyagot? Azt felelte, nem tudjuk. Jól van, uram, ha azt mondanám, hogy én abban hiszek, hogy úgy 6000 évvel ezelőtt Isten teremtette a mennyet és a földet, megkérdezni, honnan jött Isten? Nekem pedig fogalmam sincs. De ön azt mondta, hogy 20 milliárd éve volt egy ősrobbanás, de nem tudja, honnan volt hozzá a por. Így lényegében én abban hiszek, hogy kezdetben az Isten, ön pedig abban, hogy kezdetben a por.
Nem mondja, hogy az én elméletem vallásos, az öné pedig tudományos. Nem, nem. Mindkettő vallásos. Persze a média próbálja úgy beállítani a dolgot, mintha a tudomány harcolna a vallással, de nem erről van szó, mindkettő vallás. Az evolúció és a teremtés két különböző vallás. Vagy az egyikben hiszünk, vagy a másikban. A különbség annyi, hogy az evolúció vallást az adójukkal támogatják. Ez az egyik különbség. Mellesleg ez a két időegyenes mögöttem ugyanaz. A felső vonalon minden 2,5 centiméter 150 évet jelent. 2,5 centivel ezelőtt Lincoln még nem volt elnök. Ha meg akarnám mutatni, hogy mennyi a 20 milliárd év, ezért kell a másik időegyenesét alul. Szóval akkor a felső időegyenesem 3400 km hosszú kellene, hogy legyen. Az kb. A Pensacola Portland távolság. Ekkora időegyenest nem szívesen cipelnék magammal, ezért kell a legkicsinyített változat. A professzor azt mondta, nem tudja, honnan jött az anyag. Mire én, uram, és a törvények honnan jöttek? Az univerzumot törvények irányítják, a gravitáció, a centrifugális erő, az inercia, Boyle törvénye, Cole törvénye, mindenféle törvény létezik az univerzumban, honnan jöttek? Mellesleg a törvények miért nem fejlődnek, belegondoltak már? A gravitáció miért nem változik? Miért nem nő a súlyunk egy nap alatt 5 kilót? Persze van, aki én nő, de annak más az oga. Honnan van az energia? Ki vette a gázt, ami működteti az univerzumot? A professzor azt felelte, nem tudom, ezeket a dolgokat nem tudjuk. Mire én kérdezhetnék még valamit? Persze, mit szeretne még megtudni? Még? Mi az, hogy még eddig még semmit nem mondott? Mire én, uram, a Berkeley-n van körhinta? Tudják, mi a körhinta? Az egy játék, amiben addig megy körbe-körbe az ember, míg fel nem jön az ebédje. Azt mondta, nem, a Berkeley-n nincs körhinta. Pedig nem ártana, sokat lehet tanulni a körhintázásból. Ha feltesznek rá pár negyedikest, vannak itt negyedikesek? Tudom, nincsenek, mert nyári szünet van. Jól van, szeretem a negyedikeseket, életem legjobb 5 évét töltöttem a negyedikben. Akkoriban még nem volt divat mindenkit hiperaktívan nyilvánítani. A bátyámról negyedikben derült ki, hogy mi lesz, mire befejez az iskolát. 32 éves. Szóval felteszük a negyedikeseket a körhintára, és megkérjük a gimnáziumi foci csapatot, hogy forgassák a körhintát az óramutató járásával megegyező irányba. Akinek kvarcórája van, az most nem tudja, miről beszélek. Szóval pörög a körhinta, és a gyerekek 4 fázison mennek keresztül, az egyes fázisban azt kiabálják a focistáknak, hogy gyorsabban, gyorsabban, nem megy gyorsabban. Amikor 50 km/h pörög a hinta, jön a 2. fázis, és abban marad a kiabálás, akkor már csak az életükért imádkoznak. 90 km/h jön a 3. fázis, amikor újra kiabálni kezdenek, de ezúttal már azt kiabálják, hogy lassabban, 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 kérlek, de hiába, mert a hintát tovább forgatják, 150 km/h jön a 4. fázis, amikor a gyerekek lerepülnek a körhintáról. Amikor lerepülnek, érdekes fizikai jelenségnek lehetünk a szemtanúi. A lerepült gyerek szintén az óramutató járásával megegyező irányba fog pörögni, amíg ellenállásban nem ütközik, mondjuk egy fába vagy oszlopba. Ezt a perdület megmaradás törvénye okozza. Ha egy forgó tárgy széttörik, a repülő darabok ugyanabba az irányba fognak forogni, mert a tárgy külső része gyorsabban forog a belsőnél. Beszélhetnék erről naposszat, de a professzor azt mondta, hogy ismeri a megmaradási törvényeket. Mire én akkor kérdeznék valamit, ha az univerzum egy forgó ponttal kezdődött, ahogy mondta, miért forog legalább 2 bolygó ellentétes irányba? Ekkor egy kis időre elcsendesedett. Uram, a 91 ismert holdból miért forog 8 visszafelé? A Jupiter, a Saturnus és a Neptunus holdjai a 2 irányba forognak, de miért? Miért van az, hogy a nap 98%-a hidrogén és hélium, míg a többi bolygónál ez kevesebb, mint 1%? És miért különbözik ennyire a 9 bolygó? Ha ugyanúgy keletkeztek, miért nem egyformák? Teljesen más az összetételük. És miért forognak egész galaxisok visszafelé? A CNN írta, a vicces galaxis rossz irányba forog. Azt kérdeztem, uram, miért van ez? Azt felelte, nem tudom. Maga tudja? Reméltem, hogy ezt megkérdezi. Mire én? Igen, uram, tudom. Tudja, a kezedben teremtette Isten a mennyet és a földet, és direkt ilyenre teremtette, hogy mindenki az ősrobbanás elméleten röhögjön.
Igen. Amen. De én hiszek a nagy bumban, mert a Biblia is tanítja, azt írja, az egek nagy robajjal elmúlnak. Az eredeti görögben a nagy bummal kifejezés szerepel. Lesz nagy bum, de még nem történt meg, oké? Tehát, ha egyszer egy professzor azt kérdi, hisztek-e a nagy bumban, azt felejétek, hogy igen, és jobb, ha mielőbb megtér és felkészül rá. A nagy bum hamarosan eljön mindannyiunkhoz. Mellesleg, ha a világ az ősrobbanásban keletkezett és évmilliárdokig fejlődött, miért halt meg Jézus a kereszten? Mi volt Krisztus halálának az értelme? A Biblia azt írja, hogy Isten vissza fogja állítani a világot olyanná, amilyen volt, de milyenné? Még több halál is szenvedés lesz. A teista evolúció Robbie-ben a hetedik videóban esik szó. Az ősrobbanás elmélet több okból is nevetséges. Ha igaz lenne, az anyag eloszlása egyenletes lenne. De nem az. Súlyos problémák vannak az elmélettel. Még Fred Hoyle is azt mondta, nem vonakodok kijelenteni, hogy rosszul áll az ősrobbanás elmélet szénája, bővebben az Evolúció Törő című könyvben, ami egy 900 oldalas könyv. Minden középiskolásnak el kellene olvasnia. A termodinamika második főtétele szerint minden rendszer a rendezetlenség felé tendál. Ha valamit magára hagyunk egy időre, megromlik, elrosdál, elpusztul, szétesik. Magától semmi nem javul meg. Ezt tanítja a Biblia is. Az egek a te kezed művei. Azok elvesznek, mint a ruha, mind elavulnak, semmi sem lesz jobb magától. Hogy néz ki a hajuk reggelente? Értik, mire gondolok? Minden a káosz felé tendál. Itt van Sue 20 évesen. És 90 évesen. Aztán 3000 évesen. Minden a káosz felé tart. Igaz? Ha nem csinálunk semmit, minden összeomlik, elromlik, tönkre megy. Erről szól a második főtétel. Minden rosszabb lesz. Semmi sem javul meg. De a tankönyv szerint az emberek valószínűleg baktériumokból fejlődtek ki 4 milliárd éve. Az ők baktérium lett volna. Az evolucionisták azt mondják, nem tudja Hovind, hogy energia hozzáadásával megkerülhető a második főtétel. Márpedig a Föld energiát kap a napból, ezért a Föld nyitott rendszer, és nem vonatkozik rá a második főtétel. Az érvelést értem, de tévednek. Először is az univerzum zárt rendszer, másodszor az energia hozzáadása romboló, ha csak nincs egy speciális mechanizmus az energia irányítására. A japánok is jó sok energiát adtak Pearl Harborhoz. Mégsem fejlődtünk tőle, igaz? Pár évvel később mi is adtunk nekik energiát két városukban is. Viszonoztuk a szívességet. De ők sem fejlődtek tőle. Az energia magában romboló. A nap energiát ad a háztetőhöz, de az rombolja. Egy idő után az egész házat tönkre teheti a nap. A nap energiája tönkre teszi az autók fényezését és a kárpitot is. A nap energiája tönkre teszi a festést. Csak egy dolog képes hasznosítani a nap energiáját, a klorofil. De egy apró növényi sejt bonyolultabb az űrsiklónál. Erről bővebben a negyedik videóban. Az evolúció megszegi a második főtételt. Ez a tankönyv egy tengeri csillag fosziliájáról állítja, hogy 3,4 milliárd éves a modern emberek korai őse. Akkor az ők apánk egy tengeri csillag volt. A Discover magazin 2004 novemberi száma. A felmenünk egy tengeri szivacs volt. Ez az ősünk. Hé, ki az apukád? Kérem, ne nevessenek a következő képen. A bátyámról készült felkelés után, az első csésze kávéja után, ami kicsit erősre sikerült. Mellesleg figyelmeztetnem kell a gyerekeket. Fiúk, lányok, jól figyeljetek rám, ne igyatok kávét. Aki fiatalon kávét iszik, aztán megházasodik, annak mesztelenül fognak megszületni a gyerekei. A tea még ennél is rosszabb. Egyszer egy indián megivott 20 liter jeges teát lefekvés előtt, aznap éjjel ketté pisilte a sátrát. Halálos az a cucc. Szóval, ez itt a bátyám lesz, és ne nevessenek, nem tehet róla, itt van. A tankönyv azt írja, hogy 30 millió évvel ezelőtt,
Gyerekek, most elárulok valamit. Ha egy tankönyvben az áll, hogy évmilliókkal ezelőtt, az azt jelenti, réges rég és nagyon messze. Vagyis egy mesét fogtok hallani, oké? Ez figyelmeztetés. Vigyázz, mese következik. 30 millió évvel ezelőtt fejlődtek ki. Ott volt megint a szó, figyeljétek, az emberek és a modern majmok elődei. Az emberek elődei. Nagypapa? Milyen nagy a szemed, nagypapa? Hogy jobban lássalak vele, fiam. Azt tanítják a gyerekeknek, hogy ők is csak állatok, és sok gyerek már állatként is viselkedik. Erre még Barbara Reynolds is rájött. Majom módjára viselkedik a gyereke a suliban, mert az evolúciót tanítják neki. Tudod, Johnny, te is állat vagy, és a földi giliszta a rokonod. Aha, szóval csak egy állat vagyok? Oké. Belegondoltak már, hogy amit a gyerekeknek tanítunk, az hatással van a viselkedésükre. A hitünk határozza meg a viselkedésünket. A gyerekeknek azt tanítják, hogy állatok. A mai rockzene tele van halállal, pusztítással és vérrel. A Biblia azt mondja, hogy gyűlölőim mind a halált szeretik. A gyerekeknek azt tanítják, hogy minden viszonylagos. Egyszer egy vitában azt mondta egy professzor, Hovind, minden viszonylagos. Mire én? Ebben csak viszonylag biztos? Ettől kiakadt. Hogy lehetek valamiben teljesen biztos, ha minden viszonylagos? Egyszer egy pennsylvániai iskolában beszéltem, és ült ott a második sorban egy fiú. Azt mondta nekem, én ateista vagyok, nincs Isten. Mire én biztos vagy benne? Persze. Akkor kérdeznék valamit, te mindent tudsz? Nem, dehogy. Oké, esetleg tudod mindennek a felét? Nem. Tegyük fel, hogy tudod mindennek a felét. Lehetséges, hogy Isten abban a félben létezik, amit nem tudsz? A gondolat egy darabig ott cikázott az agyában, aztán elveszett. Mellesleg, ha ateista vagy, válaszolj egy egyszerű kérdésre. Honnan tudod, mi a jó és mi a rossz? Tegyék fel ezt a kérdést egy ateistának. Honnan tudja, mi a jó és mi a rossz? Mire ő, ez egyszerű. Én döntöm el, mi a jó és mi a rossz. Mert én vagyok a világom Istene. Ezt örömmel hallom, mert 5 perc múlva le foglak lőni. Hát azt nem teheti meg. Mire én? Dehogy nem. Tudod, én vagyok a világom Istene, és szerintem nem rossz az, ha téged lelőlek. Látják, hová vezetne, ha minden ember azt tenni, amit helyesnek tart? Ahogy a Bírák könyvében olvassuk. Komoly társadalmi problémákhoz vezetne. Honnan tudjuk, mi a jó és mi a rossz? Egyszerű kérdés, de az ateisták nem tudják rá a választ. Talán Osama bin Laden dönts el, mi a jó és mi a rossz. Vagy Bill Clinton dönts el? Mármint, ha tudja, hol keresse a választ. Mi honnan tudjuk, mi a jó és mi a rossz? Onnan tudjuk, hogy így szólt az Úr. Így már semmi sem viszonylagos. És az Úr mondá, ne vagdaljátok be testeteket halottért, és ne végezzetek magatokon tetoválást. Néhányan vagy nem tudják, mit mond Isten, vagy nem érdekli őket. De Isten azt mondja, hogy ne csináljuk, oké? Ha valaki a múltban megtette, mondja azt, Istenem, sajnálom, és többé ne tegye. Ezt sok tanár nem érti meg. Vakon követik a tankönyveket, és azt hiszik, muszáj tanítaniuk az evolúció elméletet, de ez nem így van. Taníthatják a teremtést is állami iskolában, ha akarják. Van egy videónk az állami iskolákról, ami a teremtéstudomány iskolában való tanításának jogi alapjairól szól. Az történt, hogy Arkansas és Louisiana törvényben írta elő a teremtés tanítását. De eltörölték a törvényeket, mondván, hogy nem írhatják elő, hogy tanítani kell a teremtést. Azt mondják, hogy a tanár taníthatja, ha akarja, de csak önkéntes alapon. Stephen Gould is megmondta, nincs törvény, ami tiltaná a teremtéstudomány tanítását. Régen is lehetett tanítani, és ma is lehet. Egyébként a legfelsőbb bíróság 1987-es döntésére utal. Az amerikai kommunista ügyvédek uniója próbálta elterjeszteni az álhírt, hogy az állami iskolában tilos a teremtésről beszélni, de ez nem igaz. Mindig is lehetett a teremtést tanítani. Azt soha nem tiltott a törvény, világos? De ma a tanárok azt tanítják a gyerekeknek, hogy lassan fejlődtünk ki az iszabból emberré.
A napnál világosabb, hogy ez a tanítás tönkre fogja tenni a gyerekek Bibliába vetett hitét. Pedig tudják, mit mondott Jézus arról, aki tönkreteszi egy gyerek hitét? Azt mondta, aki pedig megbotránkoztat egyetek kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik. Aki az evolúciót tanítja, bajban lesz, amikor megáll Isten előtt. A Biblia mondja, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Érdekes, ami történt. Az 50-es évek amerikai tankönyvei alig szóltak az evolúcióról, talán 2-3 ezer szóval elintézték. De 1957-ben az oroszok előttünk lőtték fel a Sputnikot az űrbe, és Amerika bepánikolt. Hányan emlékeznek még a pánikra, amikor az oroszok megelőztek minket az űrversenyben? Olyan cikkek jelentek meg, hogy hogyan lehet túlélni az atomháborút. A szovjetek előttünk járnak a tudományban, mert tanítják az evolúciót, mi pedig nem. Cikkeket írtak arról is, hogyan építsünk magunknak atombunkert, és az emberek meg is építették, mert túl akarták élni az atomháborút. Várjunk csak! A szovjetek előttünk járnak, mert tanítják az evolúciót. Mi köze az evolúciónak egy műhold kilövéséhez? Aztán 1959-ben eljött Darwin könyvének 100. évfordulója. 59-ben Eisenhower 1 milliárd dollárt kért a kongresszustól, hogy még több evolúciót pumpálhasson az iskolákba. Meg is kapta. Az 50-es, 60-as években újraírták az amerikai tankönyveket, és telerakták evolúcióval. Úgy hívták, az amerikai természettudomány tanítás hidegháborús átalakítása. Átírták az iskolai tanterveket, és telerakták evolúcióval. 1963-ra egy átlagos tankönyvben 33 ezer szó szólt az evolúcióról. 63-ra az imádság is eltűnt az iskola rendszerből. Emlékszik még rá valaki? Madeleine Murray O'Hare. 63-ra megugrott a házasság előtti szex minden korcsoportban. Ahogy a nemi betegségek száma is, a 10-től 14 évesek között. Megnőtt a házasságon kívüli terhességek száma kb. 550%-kal. Rengeteg az abortusz. Minden harmadik kórházban született gyerek házasságon kívül születik. Minden harmadik. Házasságon kívüli gyerekek. Aki ilyen gyerek, jól figyeljen. Timóteus félvér volt, akinek nem lett volna szabad megszületni, az édesanyja zsidó volt, az apja görög. Zsidó csak zsidóval házasodhatott. Anyu nem engedelmeskedett, Timóteus lett az eredmény, de ő Istent akarta szolgálni, és Isten elfogadta őt. Két levelet írtak hozzá a Bibliában, úgyhogy ha a szülők el is szúrnak valamit, ne sírjatok, szolgáljátok Istent, oké? Nincs kifogás. Isten bárkit felhasznál. 1963 óta radikálisan nőtt az élettársi kapcsolatok száma. Isten igéje nem változott, ő azt mondta, ne paráználkodj. A paráználkat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Aki bűnös kívánsággal asszonyra néz, szívében már paráználkodott vele. Hölgyeim, ezért fontos, hogyan öltözködnek. Apám mindig azt mondta, ha nem árulja, ne reklámozza. Őrülten sok a válás, és 2300%-kal nőtt a gyerekek elleni erőszakos cselekmények száma. A drogosok száma 6000%-kal nőtt. A gyilkosságok száma majdnem 1000%-kal. Én még emlékszem azokra az időkre, amikor nyitva lehetett hagyni a bejárati ajtót. Más is emlékszik még? A kocsiban meg benne hagytuk a kulcsot, sosem vettük ki, nehogy elveszítsük. Most meg egy átlag gimnázium parkolójában a terepjárók felében töltött vadászpuska díszeleg az utastérben. Régen senkit nem lőttek le az iskolában. Talán nem tudják, de a Columbine-i gimnáziumi lövöldöző gyerekek az evolúcióban hittek. Direkt Hitler születésnapjára időzítették a mészárlást. Isaiah Scholes csak azért lőtték le, mert fekete volt, Hitler gyűlölte a feketéket, ezért ők is a gyilkosságot az evolúció motiválta. Az eset után Rosie O'Donnell azt mondta, jobban kell szabályozni a fegyverviselést. Rosie, azok a gyerekek 18 fegyverviselési törvényt szegtek meg aznap. Szerintem plusz két törvény sem lassította volna le őket. De ezt Rosie nem érti. Egy fickó viszont megértette, és ki is írta a véleményét a kocsijára. Amikor megláttam, azonnal le is fotóztam. Ez mindent megmagyaráz. Annyi közük volt a fegyvereknek Columbine-hoz, mint a kanalaknak Rosie O'Donnell túlsúlyához. Nem a kanál tehet róla, Rosie.
és nem is a fegyverek. Fogjuk a fegyverekre, remek ötlet. Az egyetemi felvételi követelmény szint 63 óta zuhan. Az elmúlt 40 évben kétszer könnyítettek a felvételiken. Gyengébb feladatsorral jobb eredményt lehet elérni. Őrülten sok az öngyilkos tinédzser. Ha azt mondanám, hogy ha megcsókolnak egy békát, az herceggé változik, mit mondanának? Azt, hogy a békák nem változnak hercegekké. Hány hölgynek lett úgy férje, hogy megcsókolt egy békát? Úgy látom, csak háromnak. Látják, nem fordul elő gyakran, de a könyvekben igen. Amibaként kezdtük, majd lassan békává fejlődtünk, utána pedig nagyon lassan herceggé. Ugyanaz a mese. Ha gyorsan változik a béka herceggé, arról tudjuk, hogy mese. De ha lassan történik, akkor az modern tudomány. Sajnálom, de ez így is mese. Egy elképesztő mese. Ma már egy csók nem elég. Attól több kell. Ma a fiúk, lányok, ha hercegé akartok változtatni egy békát, egy szuper speciális varázsige kell, ami úgy hangzik, évmilliárdokkal ezelőtt. Hányan hallották már a varázsigét? Évmilliárdokkal ezelőtt benne van minden tankönyvben, a tévében, a magazinokban, a National Geographicben. Évmilliárdokkal ezelőtt úgy mondják ki, mintha tudományos tény lenne. Itt egy negyedikes tankönyv azt írja, sok millió évvel ezelőtt. Ha valaki ezt mondja nekem, azt kérdezem tőle, ott voltál? Mire azt feleli, nem, persze, hogy nem voltam ott. Te tudod, hogy a Föld több milliárd éves, ez tudományos tény, meg tudjuk figyelni, tudjuk ellenőrizni? Nem, de mindenki elhiszi, hogy a Föld több milliárd éves. Azért nem mindenki. A legtöbb amerikai szerint a Föld nincs 10 000 éves sem, és Isten teremtette. A felmérések szerint 15%-nál kevesebb az evolucionisták és ateisták aránya. Az amerikaiak többsége nem hiszi el, hogy a Föld több milliárd éves. Az igaz, hogy a tudósoknak több, mint a fele hisz az evolúcióban. De az, hogy hisznek az evolúcióban, még nem jelenti azt, hogy az evolúció igaz lenne, mert nem az. Az, hogy egy rakás tudós hisz valamiben, nem jelent semmit. Volt idő, amikor a tudósok azt hitték, a bolygók a Föld körül keringenek. Azt tanították, hogy a nagyobb kő gyorsabban esik le, mint a kicsi. Azt tanították, hogy aki beteg, annak rossz a vére. Ha leszívjuk a vért, elmúlik a betegség. Amerikában több helyen csapolták le az emberek vérét. Az ilyen helyeket fehér színű, piros csíkos oszloppal jelölték meg. A Borbély csapolta le a vért. Amikor George Washingtont halálra véreztették, ott volt mellette a Biblia, amiben az áll, mert a test lelke a vérben van. Ha olvasták volna az igét, talán ma is élne. Na jó, de biztosan tovább élt volna. Tegyük fel, hogy valaki elmegy búvárkodni, és talál egy ládát tele aranypénzzel. Ha megkérdezem, hogy mikor süllyedt el a hajó, azt fogja válaszolni, hogy nem tudja. Hát nézze meg a dátumot az érméken. Ha a pénzen 1750 áll, akkor nyilvánvaló, hogy a hajó 1750 után süllyedt el. Kijött erre rá teljesen magától. Előtte nem süllyedhetett el, igaz? Az ember nem a legrégibb érmét halássza ki, hanem a legfiatalabbat. Ez behatárolja a hajó elsüllyedésének időpontját. Ezt hívják behatároló tényezőnek. Tudták, hogy vagy 100 módszerre lehet megmondani a Föld korát? Sok módszer nagy számot ad, sok módszer kicsit, de a kis számok az aggasztóak. Ha találnak egy dinoszaurusz csontot, akkor két dolog biztos. Egy. A csont nem beszél. Kettő. Nincs rajta dátum. Nem áll rajta, hogy talán dinoszaurusz Krisztus előtt 70 millióból Tajvan. Nem áll rajta, oké? Akkor honnan tudjuk a korát? Honnan tudjuk a Föld korát? Hány éves a Föld? Nos, a Biblia szerint úgy 6000 éves lehet. A tankönyvek szerint több milliárd éves. Valaki téved. Különbség van 6000 és 20 milliárd között. A kongresszus ezt nem érti, de röbbéveben a következő előadásban. Hogy lehet megállapítani, hogy a Föld nem több milliárd éves? Mert ha 6000 éves, ahogy a Biblia tanítja, akkor felmerül pár érdekes kérdés. Mi a helyzet a dinoszauruszokkal és a C14-es kor meghatározással? Hogyan ért ide a fény a csillagoktól? Mi van a Grand Canyonnal? Az évmilliók alatt jött létre? Mi van a földtani réteg sorral? Nos, ezért 17 órás az előadás sorozatom. Gyorsan beszélek, hogy mindent el tudjak mondani.
Már is nekilátok. A Biblia azt írja, kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. De mikor volt a kezdetben? A Biblia azt írja, hogy Jézus teremtett minden dolgot a mennyben és a földön. Várjunk csak, most akkor Isten vagy Jézus teremtette a mennyet és a földet? Nos, mindkét mondat igaz. Jézus az ember élet Isten, bármit is állítanak Jehova hamis tanúi. Jézus mondja a Máté 19.4-ben, nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Mellesleg Ádám volt is Éva, nem pedig Ádám és Béla. Jézus azt mondta, az volt a kezdet. Ugyanez van a Márk 10.6-ban is, a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. A Biblia azt írja, hogy a halál az ember bűne miatt jött a világba. A bűnbeesés előtt semmi nem halt meg. Az ember által jött a halál. A Biblia világosan leírja, Ádám volt az első ember, Éva pedig minden élő anyja. Nos, akkor könnyű a dolgunk, csak össze kell adni a számokat. A Biblia azt írja, hogy Ádám 130 volt, amikor Sét megszületett, Sét 105 volt, amikor Énos megszületett. Énos 90 volt, amikor Káin megszületett. Végig kell menni a Biblián, és össze kell adni a számokat. Könnyen el lehet készíteni egy ilyen táblázatot. Az előadáshoz készített munkafüzetekben ott van ez a táblázat, de ilyen laminált verzióban is megkaphatják. Jó egy ilyen otthon, ha a szkeptikus barátaikat meghívják ebédre. Egyből van miről beszélni, és inkább ezt olvassák a gyerekek, mint a műzlis dobozon lévő szöveget. A számokat összeadva, nagyjából Krisztus előtt 4000-re jön ki a teremtés. Nem évmilliárdokkal ezelőtt, hanem Krisztus előtt 4000-ben. De olyat nem mondok, hogy a teremtés Krisztus előtt 4004. október 23-án volt, délután 2-kor. Ilyen pontosan a Szentírásból nem lehet meghatározni. Szerintem Ádámot délután teremtette Isten, mert sötétedés előtt mégis jobb az ilyesmit csinálni. Én így gondolom, és azt is gyanítom, hogy Isten miért Ádámot teremtette először. Mert biztosan nem akarta, hogy megmondják neki, hogy csinálja. Kiért egyet az elméletemmel? Mellesleg az a helyes, hogy Krisztus előtt. Szinte minden könyvben időszámításunk előtt szerepel. Krisztust száműzték az iskolákból. A tankönyvek szerint a Föld több milliárd éves, Jézus viszont azt mondta, Ádám teremtése volt a kezdet. Netán hazudott? Nem értett a tudományhoz? Vagy mégis jól mondta? Hány éves a Föld? Mikor volt a kezdet? Te vetettél, Uram, alapot a Földnek kezdetben. Hány éves a Föld? Lehet, hogy a Krisztus előtt 4000 a korrekt dátum. A rádió műsorokba, amelyekre meghívnak, mindig betelefonál egy ateista. Hovind, van egy kérdésem. Kit vettek feleségül Ádám fiai? Jó kérdés, és jogos is. Mindig szívesen válaszolok erre a kérdésre, de aki ilyet kérdez, azzal van a baj, nem a Szentírással. A Biblia azt írja, hogy ezután elment Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre. És Káin a feleségével hát, aki terhes lett, azt nem írja, hogy ott találta a feleségét, de ki volt a felesége, és kit vett feleségül Sét. Tudom a választ, és az evolúció elmélethez képest csak apró probléma van vele. Ők azt hiszik, hogy 18-20 milliárd évvel ezelőtt volt az ősrobbanás, a semmi felrobbant, és abból lett a mindenség, aztán a Föld 4,6 milliárd évvel ezelőtt egy forró kőgolyó volt. Kezdetben a Föld forró kőgolyó volt. Aztán az évmilliókig zuhogó eső óriási óceánokat hozott létre, és az óceánokban ott bugyogtak a komplex molekulák. Az őslevesből csak lassan alakult ki az élet. Olyan lassan, hogy ki sem alakult. Azt mondja ez a fickó, az első osztódó élőlények ebből a szerves levesből fejlődtek ki. Tehát az ősrobbanás elmélet szerint 20 milliárd éve volt a nagy bum, aztán 4,6 milliárd éve a Föld hűlni kezdett, évmilliárdokig esett az eső, majd levessé vált, és a leves 3 milliárd éve életre kelt. És az első élőlény talált magának házastársat. Nem rossz. És ennivalót. És persze lassan átalakult mindenné, amit ma látunk. Ez az ősrobbanás elmélet, de hát az ők apám leves volt. A Bostoni Egyetemen felajánlották, hogy előadást tarthatok, ha a professzorok bármilyen kérdést feltehetnek nekem. Meg akarták mutatni, milyen ostobák a keresztjének. Mondtam nekik, hogy örömmel elmegyek.
El is mentem. Ott ült a hat professzor a diákokkal az előadóban. Úgy éreztem magam, mint Dániel az oroszlánok barlangjában. Elővettem a táblázatomat, és közöltem velük, hogy a Bibliában hiszek, hogy Isten teremtett mindent 6000 éve, és hogy Isten özönvizet küldött 4400 évvel ezelőtt, ami mindent elpusztított. Noé megmentett minden fajta állatból, nem fajból, kettőt-kettőt a bárkáján. Aztán elmondtam nekik, hogy ők miben hisznek, mert a legtöbben nem is voltak tisztában vele. 20 milliárd éve volt a nagy boom, 4,6 milliárd éve a Föld lehűlt, évmilliárdokig eső, aztán az eső életre kelt. Egy professzor nagyon ideges lett, azt mondta, tudja, hogy több száz kutyafajta létezik a világon, mire én persze, van egy csomó. Azt akarja elhitetni velem, hogy az összes kutya attól a kettőtől származik Noé bárkáján, ezt kellene elhinnem? Mire én? Uram, tudja maga, hogy mit tanít a diákjainak? Azt, hogy a kutyák egy kőből származnak. Ezután nem volt több kérdése. No, de kit vettek feleségül Ádám fiai? A Biblia azt írja, hogy Ádám 800 évig élt, miután Sétet nemzette, és fiakat és lányokat nemzett. Hány gyereke lehetett 800 év alatt? Jó, sok, igaz? Egy arkansaszi barátomnak 15 gyereke született 15 év alatt. Egy minnesotai családban 20 gyerek van, mind 20 év alatti. Minnesotában hideg van. Akkor kit vettek el Ádám fiai? Nos, a lánytestvéreiket. Micsoda, a testvéreiket? Nyugalom, először is más választásuk nem volt, oké? Másodszor kijelentette volna fel őket. Gondoljanak csak bele. Harmadszor a testvérházasságot csak 2500 évvel később tiltotta meg a mózesi törvény. Először nem volt szükség törvényre, az első pár ezer évben alig volt génhiba. Nem volt gond a testvérházassággal. Minden örökletes, még a gyerekvállalás is. Akinek a szülei például nem vállaltak gyereket, az szintén nem fog gyereket vállalni. Erre még bele sem gondoltak, mi? Pedig igazam van. Azt mondják, a testvérházasság lehetetlen a genetikai hasonlóság miatt. Ádám a bordáját vette feleségül. Akkoriban ez nem jelentett problémát. A Bibliát olvasva ez nem derül ki, de ha készítenek egy ilyen táblázatot, nagyot fognak nézni. Képzeljék, Ádám annyi ideig élt, hogy ismerhette az ők unokáját. Noé apukája 56 évig ismerte Ádámot. Milyen lehetett akkoriban egy család találkozó? Jól van, mindenki tevére. Elmegyünk meglátogatni Ádám ükapátokat. És elmondja nekünk, milyen volt az Éden kertjében. Mielőtt az első nő kiette az első embert az otthonából. Tudok egy rakás Ádám és Éva viccet, ezt figyeljék. Egy nő egyszer azt kérdezte, hol lennének a férfiak a nők nélkül? Hát, az Éden kertjében. De nem éreznék jól magukat. Ez sem derül ki a Biblia olvasásából, de ha táblázatot készítenek, megint csak meglepődnek. Noé fia Sém olyan sokáig élt, hogy ismerte Ábrahámot, Izsákot és Jákobot. Jákobnak 13 gyereke született, 12 fiú és egy lány. Az egyik fiú József volt, neki volt az a szép köntöse, és rálettek féltékenyek a bátyjai. Tisztánába lökték, de végül Egyiptomban kötött, késő lett a fáró jobb keze vagy mi. Később József meghívta a bátyjait, hogy éljenek vele Egyiptomban. Szóval József bemutatja az apját Jákobot a fáraónak, a fáraó azt kéri Jákobtól, hány éves vagy, mire Jákob azt feleli, hogy 130 éves. Életem rövid volt, tele rossz napokkal, nem értem el atyáim vándorlása évein. A számát. 36 éve elolvastam ezt a szakaszt, és nem értettem, miről beszélt. 130 vagyok, de ez semmi az őseimhez képest. Hát, ha belegondolunk, hogy személyesen ismerhette Sémet, Sélhet és Hébert, ha valaki 130 évesen ismer egy 600 éves embert, már is nem érzi magát túl öregnek. Szóval, a tankönyvek szerint a Föld több milliárd éves, Jézus azt mondta, Ádám teremtése volt a kezdet. Jézus hazudott, ostoba volt, vagy igazat mondott? Hány éves a Föld? Errefelé is azt tanítják, hogy a Föld több milliárd éves. Ezt fogják tanulni, amikor visszamennek az iskolába? Hát persze. 4,6 milliárd évvel ezelőtt. Vannak keresztjének is, akik ezt tanítják.
Olyanok, akik őszintén, komolyan szeretik az Urat. Ezen a listán olyanok szerepelnek, akik szerint a Föld több milliárd éves. A John Ankerberg Show-ban 3 óráig vitatkoztam Hugh Ross-szal. Mindketten hisznek a több milliárd éves Földben. Egyesek azt kérdik, kit érdekel, nem mindegy hány éves, nos, nagyon nem mindegy. Mert ha elfogadják a több milliárd évet, akkor előbb lesz a halál, mint a bűn. Ez pedig eretnekség. Az bizony. A földkorát évmilliárdokra becsülni nem eretnekség, de a halált a bűn elé tenni már az. Egyértelműen az. A Biblia szerint a halál Ádámtól ered. Az ember által jött a halál a világba. Ádámban mindenki meghal. Szóval mit számít a földkora? Nos, egyrészről Mózes első könyvének hitelessége függ tőle. Az átlagember nem olvas benne évmilliárdokról. A kérdés tehát egyszerű. Képes egy átlagember megérteni a Bibliát egymaga, vagy valami guru kell hozzá, aki megmondja neki, hogy mi mit jelent? Másrészről Jézus hitelessége forog kockán, hiszen ő az egy Mózesből idézett 25 alkalommal. És a Biblia majd minden második könyve az egy Mózesre hivatkozik. Fontos téma. És az evolucionistáknak is fontos. Ha elveszük az évmilliárdjaikat, az elméletük fabatkát sem ér. Jézus mondta, ha hittetek volna Mózesnek, nekem is hittetek volna, mert ő rólam írt. Nos, a Biblia szerint a Föld úgy 6000 éves. Lássuk akkor a tudományos bizonyítékokat. 1999-ben a Föld lakossága elérte a 6 milliárdot. 1985-ben 5 milliárd ember élt a bolygón. 1800-ban 1 milliárdan voltunk. Ezekkel a számokkal mindenki egyetért. Azzal is, hogy a világ népessége gyorsan nő. De a világ nem túl zsúfolt. Ne dőljenek be ennek a túl zsúfolt föld propagandának, amit manapság szajkóznak. A világ nem túl zsúfolt. A föld teljes lakossága, mind a 6 milliárd ember elférne Jacksonville városában. Kétszer. Az a kisváros 2,25 milliárd négyzetméter. A világ nem túl zsúfolt. Keresztül autóztak már Nebraskán, vagy Kansas-en, vagy Új-Mexikon, vagy Texason. Autózanak keresztül Texason. Van itt valaki, aki már megtette. 3 nap kocsikázás után még mindig Texasban van az ember. Nincs ott semmi, csak kilapított nyulak. A világ nem túl zsúfolt. Vagy nézzék meg Tennessee-t. Nem túl zsúfolt. Ha zsúfolt a hely, ahol élnek, költözzenek el. Rengeteg a hely a bolygón, oké? Amikor Jézus itt járt, a világ népessége úgy 4 milliárd lehetett. Úgy tűnik, a népességi görbe kb. 4400 éve kezdett felfelé ívelni. De ha az evolúcióban hiszünk, akkor gond van. Az evolúció szerint az ember 3 millió éve él itt. 3 millió év alatt a népesség tovább nőtt volna. Mostanra 150 ezer ember jutna 6,5 négyzetcentiméterre. Na, az kényelmetlen lenne. Nem, az ember nem él itt évmilliók óta. Isten azt mondta Ádámnak, hogy népesítse be a Földet, legyen sok gyereke. Lakóhelynek formálta a világot, ez van az Ézsaiás 45-ben. A túloldalon azt mondják, csökkenteni kell a Föld lakosságát. Ez persze a sátán terve. Jacques Cousteau szerint naponta 350 ezer embertől kell megszabadulni. Ted Turner szerint a népességet 95%-kal kellene csökkenteni. Oké, Ted, csak utánad. Az új világrend emberei 500 milliárdra akarják csökkenteni a népességet. Isten megmondta a sátánnak az Éden kertjében, hogy hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt, ő a fejedet tapossa. A sátán tudja, hogy egy nap a nő utódja a fejére fog taposni, és ezt egyáltalán nem szeretné. Ezért eldöntötte, hogy megöl minden embert a bolygón. A sátán célja kiirtani az emberiséget és tönkretenni Isten tervét. Isten azt akarja, hogy népesítsük be a Földet. A sátán viszont nullára akarja csökkenteni a népességet. Emlékeznek, amikor Heródes meg akarta ölni az újszülött Jézust. Mit csinált? Megölt minden gyermeket. Megölni mindet a biztonság kedvéért. A sátán minden emberi lényt meg akar ölni a bolygón. Charles Wooster mondta, az ember minden probléma okozója, hát szabaduljunk meg néhánytól. Bill Clinton aláírta a biodiverzitás törvényét, ami kimondja, hogy a Föld lakosságát 1 milliárdra kell csökkenteni. Már fel is osztották a Földet régiókra. A vörös területekre csak állatok mehetnek be, emberek nem. A szerződést aláírták, a megvalósítás még nem kezdődött el. Peter Singer az a fickó, aki engedélyezné a gyerekek születés utáni abortálását. 28 napot kapnak a szülők, hogy eldöntsék, megtartják-e.
Azt mondta, a kereszténység az ellenségünk, ha jogokat akarunk adni az állatoknak, el kell pusztítanunk a zsidó keresztény hagyományt. Az állatoknak több jogot akarnak, mint az embereknek. Ellen Greg mondta, a világ rákos és a rák neve ember. Fülöp herceg, Erzsébet királynő férje, ő találta fel a mikrohullámot. Na mindegy, szóval Fülöp herceg azt mondta, ha újra születhetnék, gyilkos vírusként térnék vissza, hogy csökkentsem az emberi népességet. Kedves fickó ez a Phil, mellesleg a Monsanto nagy erőkkel fejleszti a génmanipulált élelmiszereket. Európában ezeket betiltották, az ételeink 70%-a genetikailag módosítva van és káros az egészségre. Olvassák el a megtévesztés magjait, ha többre kíváncsiak, vagy a génmanipulált kiírtást, ami arról szól, mit művelnek az élelmiszerekkel, hogy csökkentsék a populációt. Az ENSZ azt mondta, az élelmiszer hatalom, ezzel irányítjuk a viselkedést, nem kérünk elnézést. Aki védőoltás párti, annak ajánlom, hogy nézzen utána, mi történik a vírusokkal, amiket a vakcinákkal együtt beoltanak. Azok igazi kis időzített bombák. Ez egy hosszú történet bővebben a Biblia és az Egészség című videóban. Rengeteg lett az autista. Illinois államban 75,000%-kal nőtt a számuk. Sokak szerint ez a védőoltások miatt van. A hirtelen csecsemő halált is a vakcinák okozhatják. Ausztráliában eltörölték a kötelező védőoltásokat, 50%-kal kevesebben oltatnak, és pont ennyivel csökkent a hirtelen csecsemő halálesetek száma. Akit érdekel a téma, nézzen el a www.meritoco.com oldalára. Vannak, akik le akarják csökkenteni a föld népességét. Menjenek el a Georgia állambeli Albertonba. Úgy 10 kilométert kell még megtenni észak felé a 77-es úton, aztán nézzenek jobbra. Látnak majd egy helyet, ahol azt hirdetik, hogy csökkentenünk kell a bolygó népességét. Olyan köveket fognak látni, mint a Stonehenge. Nagyon fura egy hely. A semmi közepén. A köveken feliratok vannak 12 nyelven. Az új világrend 10 parancsolata. Első parancsolat, a népességet tartsátok 500 millió alatt. Egy pillanat, a népesség már most is 6 milliárd, mégis hogy kellene a népességet 500 millió alatt tartani? Ehhez drasztikusan csökkenteni kellene az emberek számát. És a sátán pont ezt akarja. Erről bővebben a CSI 101-es videókban. Bármi is történik a jövőben, a mai népességből kiderül, hogy nagyjából 4400 éve vagyunk itt. Azt mondják, valamikor volt egy genetikai útszűkület. Az egész populáció pár ezerre csökkent néhány ezer éve. Közel járnak az igazsághoz. Valójában 8 főre csökkent a népesség úgy 4400 évvel ezelőtt. Mindig mondom, hogy ha az ember megmássza az igazság hegyét a csúcson, baptistákat talál, akik mindig is ott üldögéltek. A galaxisok forognak, de a csillagok középen gyorsabban haladnak, mint a külső csillagok. Akkor miért van még mindig spirális galaxis? Már nem kellene léteznie. A galaxisok bizonyítják, hogy az univerzum nem több milliárd éves. Állandóan robbannak fel csillagok, a nevük nova vagy szupernova. 30 évente felrobban egy, mégis kevesebb, mint 300 szupernova maradványt találtak. Az csak pár ezer évre elegendő csillagot jelent. Miért nincsen több milliárdnyi szupernova maradvány? Azt olvassuk, hogy új csillagok születnek a rák ködben vagy a lófej ködben. Ez mekkora zöldség, bővebben erről a hetes videón. A Jupiter gyorsan hűl. A csillagok vörös óriásból fehér törpékké válnak. A tankönyvek szerint ez évmilliárdokig tart, de mi tudjuk, hogy ez nem igaz. Az ősi csillagászok tudták, hogy a Sirius egy vörös csillag, ma már fehér törpe. Pár ezer év alatt megtörténik, és nem évmilliárdok alatt. A Jupiter gyorsan hűl, állandóan hőt veszít, így nem lehet több milliárd éves, mostanra már kihűlt volna. A Jupiter holdjának, a Ganymede-nek erős mágneses mezője van, ami folyékony magra utal, ami miatt nem lehet több milliárd éves. A Szaturnusz gyűrűi távolodnak a bolygótól, nem lehetnek több milliárd évesek. Bővebben erről Walt Brown kezdetben című könyvében. A hold a Föld körül kering. Ki hallott már erről? A Föld körül kering. Azt tudták, hogy keringés közben a hold egyre távolabb kerül a Földtől. Elveszítjük a holdat. Minden évben pár centit távolodik, ami nem nagy ügy. Aggódni nem kell miatta, tenni pedig nem lehet ellene. De minden nap távolodik. Fiúk, lányok, ez most bonyolult lesz, úgyhogy jól figyeljetek. A hold minden nap távolodik a Földtől. Ez azt jelenti, hogy régen közelebb volt. Kijött rá teljesen magától.
De ha közelebb hozzuk a holdat, gond lesz, mert a hold okozza az árapály jelenséget. Knoxville-ben emiatt nem kell aggódni, Pensacolában viszont igen. Ha közelebb lenne a hold, nagyobb lenne a dagály. Van egy törvény, az inverz négyzetes törvény. Ha egyharmaddal közelebb hoznánk a holdat, akkor vennénk az egyharmad inverzét és négyzetre emelnénk, ami 9-szeres gravitációs vonzást okozna. Ha elvégzik a számítást, kiderül, hogy a holdnak és a Földnek 1,4 milliárd évvel ezelőtt majdnem össze kellett volna érnie. Walt Brown szerint 1,2 milliárd évvel ezelőtt össze is értek volna. Ha a hold a Föld felszíne felett lebegett volna, az megmagyarázta volna, mitől haltak ki a nagyobb dínók. Lefejelték a holdat. Üstökösök szelik keresztül a világűrt, de folyamatosan anyagot veszítenek. A csóvájukból szökik az anyag. Ha sokáig szökik, végül elfogy. Olyan ez, mint a fizetés. Ha a kiadás meghaladja a bevételt, akkor adósságba verjük magunkat. Szóval az üstökösök anyaga fogy. De ez nem tarthat örökké. A csillagászok szerint egy üstökös élettartama maximum 10 000 év. Jó, akkor lenne egy kérdésem. Miért léteznek még üstökösök? Mostanra el kellett volna tűnniük. Évekkel ezelőtt egy előadáson elmondtam, hogy az üstökösök is bizonyítják, hogy a naprendszer 10 000 évnél fiatalabb. Erre egy ateista hazament és készített egy Hovind ellenes honlapot. Most már több mint 1000 ilyen honlap van. Állítólag már közel járunk a 2000-hez. Annyira büszke vagyok magamra. Nos, az egyik ilyen honlapon ez áll. Hovind nem ismeri Jan Oort csillagászt az 50-es évekből. Ő azt feltételezte, hogy van egy üstökös felhő, ahonnan új üstökösök jönnek, és felváltják azokat, amelyek elégnek. Szerinte azért vannak még üstökösök, mert újak váltják fel a régieket. El is nevezték Oort-féle üstökös felhőnek. Ez a felhő 50 000 csillagászati egységnyire van. Egy csillagászati egység alatt a Nap-Föld távolságot értjük. Jó távcső nélkül nehéz ellátni a Plutóig, pedig a Plutó csak 39 csillagászati egységnyire van. 50 000 csillagászati egységnyire lévő üstököst nem lehet látni, az biztos. Az Oort-féle felhőt soha senki nem látta. Oort sem látta. Az egész egy számítási hiba eredménye. Nem létezik Oort-felhő. Még Carl Sagan is elismerte, számos tanulmány jelenik meg évente az Oort-féle felhőről, az eredetéről, az evolúciójáról, pedig megfigyelésekkel soha nem támasztották alá a létezését. Nincs Oort-féle felhő. De az ateista nem adta fel. Ha az üstökösökkel akarja bizonyítani, hogy a Föld fiatal, maga bizonyítsa be minden kétséget kizáróan, hogy az Oort-féle felhő nem létezik. Na de hogyan lehet bebizonyítani valaminek a nem létét? Nem kellene minden pillanatban, minden helyen lennem, hogy ezt bebizonyítsam? Rám akarja tolni a bizonyítás terhét. A liberálisok is folyton ezt teszik velünk. Megmutatom, milyen egyszerű a dolog. Azt állítom, hogy a dinnye belül kék, amíg fel nem vágják. Bizonyítsák be, hogy tévedek. Ennyi. Áttoltam magukra a bizonyítás terhét. Nem lenne könnyű dolguk, igaz? Mert amint felvágják a dinnyét, hoppá, bepirosodott, pedig én tudtam jól, egy perce még kék volt. Én bizonyítsam be, hogy nincs Oort-féle felhő. Nos, a következőket tudjuk. Tudjuk, hogy vannak üstökösök. Tudjuk, hogy 10 000 évnél hamarabb elégnek. Tudjuk, hogy a Biblia szerint a Föld 6 000 éves. Nekem semmi bajom az üstökösökkel, de az ateista úgy állítja be, mintha lenne. Neki van baja. A Biblia írja, az egek hirdetik Isten dicsőségét. Érdekes, az evolúció elmélet szerint a csillagok jöttek létre a Föld előtt. A Biblia szerint Isten a Földet a nap előtt teremtette. Az evolúció elmélet mindenben a Biblia ellenkezőjét állítja. Mindenben. A kettő nem fér meg egymás mellett. A Biblia azt írja, az ember hozta a halált a világba. Az evolúció elmélet szerint a halál hozta az embert a világba. A Biblia szerint Isten teremtette az embert, az evolúció elmélet szerint az ember teremtette az Istent. Két tökéletesen ellentétes állítás.
Nem használhatta fel Isten az evolúciót a teremtésre? Hát, ha megtettem volna, nem lett volna a Biblia istene, az biztos. Az egy könyörtelen, pazarló, retardált Isten lett volna. Ilyen Istenhez nem akarnának imádkozni, az biztos. Erről bővebben a kék sorozat 7. videóján. A Zsoltáros írja, ha látom az egeket. Mellesleg egeket, így többes számban, erről bővebben a 2. videón. Ha látom, gyerekek, néha tegyetek jót magatokkal, kapcsoljátok ki ezt a tévét, menjetek ki és nézzétek meg az eget. Nézzétek meg, mit alkotott Isten. Azt írja Zsoltáros, míg elmélkedtem, lángra lobbantam. Az elmélkedni szó azt jelenti gondolkodni. A Biblia kétszer használja ezt a szót, gondolkodni. Mellesleg az angol nyelv nagyon érdekes. A teista szó jelentése olyan személy, aki hisz Istenben. Ha elé teszünk egy A betűt, az ellenkezőjét jelenti. Tehát az ateista olyan ember, aki nem hisz Istenben. A muse szó jelentése gondolkodni. Az ellenkezője az amuse, ami azt jelenti szórakozni. A szórakozó helyeken pénzt fizetünk azért, hogy ezt csináljuk. A szórakozó hely jelentése tehát egy hely, ahol nem gondolkodunk. Ha látom ezeket, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, melyeket rájuk helyeztél, micsoda a halandó, hogy gondod van rá. Ez érdekes. Aki azon elmélkedik, hogy mit alkotott Isten, azt nem nyűgözik le az emberi képességek. A szülők jól teszik, ha megnézik a gyerekeik szobáját. Ha tele van sportolók poszterével a fal, akkor arra tanítják a gyerekeket, hogy az emberi teljesítményre figyeljenek, és ne arra, amire Isten képes. A gyerekek gondolatai pont ennyire lesznek mélyek. Milyen mély gondolat az, hogy azt a bedobta a labdát a karikába. Kit fog ez érdekelni 1000 év múlva? Vagy csak 5 év múlva? Na, ki nyerte meg 5 éve a profi futball marhaságot, bajnokságot? Érdekel ez valakit? Nem számít, igaz? Az a sok felnőtt egy labdáért verekszik, amikor mind vehetne magának egy saját labdát. Persze ez nem bűn, csak ostobaság $5 millió fizetni egy fickónak, hogy egy disznó hólyaggal rohangáljon egy tehénlegelőn. Nem fog örökké tartani. Olyan dolgokra figyeljetek, amik örökké tartanak, mint például Isten teremtése. A Biblia azt írja, beszélj a Földhöz, az is tanít. A Föld olyan, mint egy nagy mágnes, a mágnesek pedig veszítenek az erejükből. A Föld az elmúlt 150 évben elvesztette az ereje 10%-át. Ez azt jelenti, hogy erősebb volt, mivel gyengül, nem lehet 25 ezer évesnél öregebb. Pusztán a mágneses mező gyengülése miatt ennél fiatalabb kell, hogy legyen. De a C14-es kor meghatározás is megbízhatatlan. Mondok pár példát. A mamut lábszárát 15 ezer évesre datálták, a bőrét 21 ezer évesre. A mamut egyik része 29 ezer éves, egy másik 44 ezer. Ez aztán a lassú szülés. A C14-es kor meghatározás problémáiról bővebben a 7. videón. A tankönyvek szerint a mágneses mező gyengül, igen, de ennek oka a pólusváltás, a pólusok felcserélődnek. Nem, nincsenek váltakozó pólusokra utaló jelek az óceán mélyén, erről a 6. videóban van szó. Ez csak a Pangea elmélet része. Hányan hallották már a Pangea szót? Az elmélet szerint a kontinensek valaha összeértek, de ehhez Afrikát majdnem 40%-ra kellett zsugorítani, mert nem fért el a térképen. És persze teljesen kivették Mexikót és Közép-Amerikát. Señor, hol találom Mexikót, Panamát, Costa Ricát és Guatemalát? Van itt pár dolog, ami még egy óvodásnak is nyilvánvaló. Tudták, hogy az óceánok vize alatt homok van? Hovint? Maga szerint a kontinensek valaha összeértek? Miféle kérdés ez? Ma is összeérnek. Ebben a percben is. Csak az alacsony részek víz alatt vannak, ez minden. Mi az, hogy valaha összeértek? Jó reggelt, még mindig összeérnek. Ostoba egy elmélet. A kontinens vándorlásról bővebben a 6. videón. A Föld óránként úgy 1600 km/h forog az egyenlítőnél, de lassul a forgása. Minden évben 1000 másodpercet lassul. Erről írt az Astronomy magazin is 1992-ben. A Föld forgása lassul, a június 1 másodperccel hosszabb lesz. Szökő másodpercünk lesz.
Szökő másodpercünk. Bizony, minden évben lesz szökő másodperc, mert a Föld forgása lassul. Na most mindenki figyeljen, mert bonyolult a dolgot mondok. A Föld forog, de a forgása lassul. Ez azt jelenti, hogy régen gyorsabban forgott. Ki jött erre rá teljesen egyedül? 5, 6, 7, 9. Jó, ha a Föld csak 6000 éves, akkor gond egy szál se. Ha egy kicsit gyorsabban is forgat, Adam nem vette észre. Egyébként sem volt karórája. Egyesek el akarják velem hitetni, hogy a Föld több milliárd éves. De ha ilyen sokat megyünk vissza az időben, akkor nagy gond van. A Föld borzasztóan gyorsan forogna. Kejfel, feküdj le. Ebből állna az életünk. A centrifugális erő pedig elképesztő lenne, a szél 8000 kilométerrel fújna óránként. És higgyem el, hogy évmilliókkal ezelőtt éltek a dinoszauruszok? Tudom is, hogy haltak ki. Lefújta őket a Földről a szél. Nem éltek évmilliókkal ezelőtt. A Szahara sivatagban majdnem mindig ugyanarról fúj a szél, ezt hívják uralkodó széliránynak. De ez problémát okoz. A forró levegő kiáramlik a sivatagból, megöli a szomszédos fákat, és a terület sivataggá válik. Ezt hívják elsivatagosodásnak. Benne van a tankönyvekben is. A Szaharát behatóan tanulmányozták. Az egyik tanulmány kimutatta, hogy a Szahara úgy 4000 éves lehet. Akkor kezdett nőni. Egyiptomban valaha remek termőföld volt mindenütt. A kérdésem a következő. Ha a Föld több milliárd éves, miért nincs valahol egy ennél is nagyobb sivatag? A Föld legnagyobb sivataga miért nem öregebb 4000 évnél? Nekem van egy elméletem. Úgy hiszem, 6000 éve Isten megteremtett mindent, 4400 évvel ezelőtt pedig volt egy özönvíz. Özönvíz alatt nehezen jönnek létre sivatagok. Ezt el kell ismerni. Tehát a sivatag nem kezdhet el nőni, amíg a víz le nem apad. Ezért úgy satszolom a Biblia alapján, hogy a világ legnagyobb sivataga 4400 évesnél fiatalabb kell, hogy legyen. És az is. Lehet, hogy a Bibliának van igaza. Tudják, hogy fúrás közben időnként olajat találnak? Az olaj elképesztő, 1400 bár nyomás alatt van egyes helyeken. Hatalmas erővel tör elő a Földből. Akik a kőzeteket tanulmányozzák, azt mondják, ekkora nyomást nem bírnak el 10000 évnél tovább. A kőzetréteg adja a nyomást, de az olajkútban nagyobb a nyomás a ránehezedő tehernél. Azt mondják, ennyi idő alatt megrepesztette volna a sziklát, és a felszínre tört volna. Akkor két kérdésem van. Honnan van az olaj, és miért van még nyomás alatt? A tudósok egyetértenek abban, hogy az olaj összepréselt élőlényekből van. A hőtől és a nyomástól ezek olajjá alakulnak. 1971-ben tudták meg, hogyan lehet olajat 20 perc alatt előállítani. Ausztráliában szennyvíz iszapból állítanak elő olajat 30 perc alatt. Egy texasi gyárban pulyka belet helyeznek nyomás alá, felhevítik és olajjá alakítják. Ezt írja a cikk. Lemásoltuk azt, amit az anya természet csinál, de nekünk nem volt szükségünk évmilliókra, csupán 30 percre. A Sinclair emblémáján egy dinoszaurusz van. Szerintük a dínók alakultak át olajjá. Bizony, 80 millió évig érlelődtek. Nem hinném. De nekem is van egy olajelméletem. Úgy hiszem, 6000 éve Isten megteremtett mindent, 4400 évvel ezelőtt pedig volt egy özönvíz. Ebben az özönvízben sok élőlény és ember fulladt meg. Eltemette őket a sok kavics, kősár és homok, ami egy idő után elég nehéz lett. És olajjá préselt ezeket. Tehát az olaj nem más, mint az özönvízben megfulladt állatok és emberek. Ami azt jelenti, hogy amikor idejöttek, az őseiket tankolták a kocsijukba. De minimum Noé bácsikáit. Ha legközelebb tankolnak, mondják a következőt, viszlátjuk, papi. Hallgattál volna Noéra, amikor azt mondta, esni fog. Hovint, tudjuk, hogy 6000 évesnek tartja a Földet. Most bebizonyítjuk, hogy téved. Velünk jönne? Mire én? Persze. Elvittek egy nagy hűtőházhoz, a Colorado állambeli Lakewoodba.
Ott van az amerikai jégmag laboratórium. Mínusz 38 fok van odabent. Adtak rám vastag kezes, lábas, sapkát, kesztyűt és csizmát, 5 másodperc után mégis majd megfagytam odabent. Floridai véremmel tudják, és az nagyon híg. Azt mondták, Hovind, Grönlandra mentünk lyukakat fúrni a jégbe. Tudják, az állam fizette. Egy nagy csővel lefúrtunk, aztán a jégmagot, ami a cső közepén volt, kivettük és betettük ebbe a Lakewoodi hűtőbe. 10 jégmagot őrzünk onnan ebben a hűtőben. Meg is mutatták az egyik jégmagot. Azt mondták, látja ezeket a gyűrűket, olyanok, mint a fa évgyűrűi, sötét, világos, mire én, ja igen, világos. Azt mondták, az történik, hogy nyáron a hó megolvad egy kicsit, aztán megfagy, és tiszta jég lesz belőle. A képen itt sötétnek látszik. Télen a hó tömörödik, nem tud elolvadni. Fehér rétegként jelenik meg. Tehát ezek a rétegek képviselik a nyarattelet, és így tovább. A legmélyebb lyuk, amit fúrtunk, 3000 méter mély volt. Megszámoltuk a jéggyűrűket, és 135 ezret találtunk. Maga szerint a Föld 6000 éves. Mi bizonyítani tudjuk, hogy legalább 135 ezer éves. Mire én fiúk, maguk azt feltételezik, hogy ezek évgyűrűk? Az elveszett repülőszázadról nyilván nem tudtak. A második világháborúban néhány repülőgépből kifogyott a benzin, és Grönlandon landoltak. Hallott valaki az elveszett repülőszázadról? Nos, a gépek 1942-ben ott maradtak. A háború tovább folyt, a repülőkről pedig megfeledkeztek, aztán egy gazdag kentuckinak remek ötlete támadt, keressük meg a gépeket és hozzuk haza. Elment megkeresni a gépeket. Radart kellett használniuk, hogy megtalálják a repülőket a jég alatt, de sikerrel jártak. Egy nagy lyukat olvasztottak, hogy lejussanak a P-38-ashoz. 80 méter mélyen volt. A jeget kiolvasztották, lementek, a gépet szétszették, a darabokat pedig felhozták a lyukon. Middlesbrough-ban rakták újra össze. Az nincs is túl messze. Milyen messze van Middlesbrough Knoxville-től? 2 órányira? Nos, ott van a bázisuk. A gépek 48 évig pihentek a jégben. 80 méter mélyen. Az évente kb. 2 méter. A legmélyebb lyuk, amit fúrtak, 3000 méteres. Ha ezt osztjuk kettővel, akkor 1500 évet kapunk. Tudom, a mélyebb rétegek összepréselődnek. Szerintem 4000 év bőven elég arra, hogy a sarkokon lévő jég oda kerüljön. Akkor miért nincs több jég a sarkokon? Elmentem a múzeumba, és találkoztam a fickóval, aki kieste a gépet, Bob Carden a neve. Megkérdeztem tőle, hogy amikor lement a gépért, látott-e jégrétegeket? Azt mondta, persze, több százat. Mire én, de hát hogyan keletkezhetett több száz réteg 48 év alatt? Nem csak úgy 48-nak kellett volna lennie? Mire ő? Ki mondta magának, hogy azok éveket jelentenek. Azok nem tél és a nyár váltakozását mutatják, hanem a hideg és a meleg váltakozását. Knoxville-ben is összejön 5-1 hét alatt, nem igaz? Ez a fickó mégis állítja, hogy éveket jelentenek. Vagy tudatlan, vagy hazudik. Remélem csak tudatlan, mert azon lehet változtatni. Az ostobasság örökké tart, a tudatlanság orvosolható. Ez a különbség. Egy fickó, aki az eszkimókkal dolgozik, azt mondta, 8 óra alatt 15 réteg hó jön létre a kocsiján. Nem 15 hüvelyk, hanem 15 különálló hóréteg. A gyerekeknek azt tanítják, hogy a Föld különböző rétegei különböző korúak. Van a kainozoikum, a mezozoikum, a paleozoikum, és így tovább. Tudták, hogy az egész földani rétegsor egy mese. Nem létezik. Erről bővebben a negyedik videón. Számos helyen találnak megkövült fákat függőleges pozícióban, melyek több réteg kőzeten haladnak keresztül. A rétegek képződése között nem telhettek el évmilliók. Az egyik Cookville-ben van, nem messze innen. Az alja elszenesedett, a közepe megkövült, a teteje szintén elszenesedett. A törzs 2 színrétegen megy keresztül. A szín kialakulásáról bővebben a 6. videóban. A Szent Helena vulkán fákat robbantott a Spiritóba, amelyek elkezdtek megkövülni álló helyzetben. Így süllyedtek a tó fenekére. A fa gyorsan meg tud kövülni, ez itt például megkövült tűzifa, ez pedig egy megkövült halszülés, a szülés pedig nem tart évmilliókig. Megkövült cowboy csizma, benne a cowboy lábával, a cikk címe a mészkő cowboy. A Mississippi folyó óránként 80 000 tonna hordalékot rak le.
80 ezer tonna sár rakódik le New Orleans környékén, és az a delta egyre nagyobb lesz. A deltát behatóan tanulmányozták, és azt mondják, nagyjából 30 ezer év kellett ahhoz, hogy ennyi hordalék kerüljön oda. Akkor lenne egy kérdésem. Ha a Föld több milliárd éves, miért nincs tele az egész mexikói öböl sárral? Azt mondják, a 30 ezer év magában is cáfolja a Bibliát, a Biblia 6 ezer évesnek mondja a Földet. Tudom, de van erre is egy elméletem. Úgy hiszem, 6 ezer éve Isten megteremtett mindent, 4400 évvel ezelőtt pedig volt egy özönvíz. Ahogy az ár végig söpört a tájon, a hordalék fele lezúdult úgy 20 perc alatt. Úgy tűnik, mintha 30 ezer év alatt került volna oda a sár, de csak 20 perc volt, a másik fele pedig 4400 év alatt rakódott le. Van egy lelkipásztor barátom Louisianában, azt mondta, Hovind testvér, én régen a mexikói öbölben dolgoztam olajfúró munkásként. Keresztül fúrtunk 4200 méternyi iszapon és 18 méteres fákba ütköztünk, amik álltak. 18 méteres fák függőleges pozícióban 4200 méter iszap alatt. Erről bővebben a hatodik videóban. Itt egy kép a bolygó legöregebb fájáról, ez egy szálkás fenyő. A múzeumunkban van belőle egy darab, mindössze 80 cm az átmérője, de 700 éves. Az évgyűrűket nagyítóval lehet megszámolni. Nagyon lassan nő. Az évgyűrűs kormeghatározás nem exakt tudomány, a fák egy év alatt két vagy három gyűrűt is növeszthetnek. És ott van még az időintervallumok átfedésének problémája is. Erről bővebben a hetedik videóban esik szó. A világ legidősebb fája tankönyv szerint 4300 éves. Ez a Föld legöregebb élőlénye. Az elég öreg. De lenne egy kérdésem, ha a Föld több milliárd éves, miért nincs valahol egy öregebb fa? Miért éppen 4300 éves a legöregebb fa? Nekem van egy elméletem. Úgy hiszem, 6000 éve Isten megteremtett mindent, 4400 évvel ezelőtt pedig volt egy özönvíz, ebből arra következtetek, hogy a legöregebb fa kb. 4300 éves. És annyi? Elképesztő. Talán a Bibliának igaza van. Talán el kellene olvasnom és el kellene hinnem. Itt egy korallzátony fotója. Tudták, hogy a legnagyobb korallzátony Ausztráliában van? Egyszer felhívtak Brisbane-ből és megkérdezték, hogy akarok-e prédikálni Ausztráliában. Azt feleltem, hogy erről imádkoznom kell, aztán elvittem az egész családomat Ausztráliába. A lányommal elmehettünk búvárkodni a nagy korallzátonyhoz, hihetetlen volt. A zátony egy részét hajók, horgonyok és bombák pusztították el a II. Világháborúban. A környezetvédők elmentek megnézni, milyen gyorsan nő vissza. 20 évig figyelték a növekedését. Az is kormányprojekt volt. 20 évnyi tanulmányozás után kijelentették, hogy a zátony kevesebb, mint 4200 éves. Jó. Nos, akkor lenne egy kérdésem. Ha a Föld több milliárd éves, akkor miért nincs valahol egy nagyobb zátony? Miért csak 4200 éves a legnagyobb zátony a Földön? Nos, nekem van egy elméletem. De már úgy is tudják, mi az, nem igaz? Itt egy kép a Niagara vízesésről. A tankönyv azt írja, a fiúk lányok a Niagara vízesés fölötti sziklapárkány közel 9900 éve erodálódik. De honnan tudják ezt? Nos, kövek törnek le a párkányról. Minden vízesés ezt csinálja, köveket tördelle. Az egyik irányba folyik, a másik irányba pedig erodál. A Niagara vízesés évente 140 cm-t megy hátrébb. Charles Lyell odament 1841-ben, és azt mondta, nos, a Niagara vízesés itt van, nyilvánvalóan idefent kezdődött Lewistownban. Ez 10 000 évnyi erózió munkája. De a helyiek azt mondták neki, Charlie, annál sokkal gyorsabban erodál, elég egy nagy felhőszakadás, és rengeteg kő szakad le. Direkt számolt évente 99 centivel, hogy cáfolja a Bibliát. Gyűlölte a Bibliát. Erről bővebben a negyedik videóban. Ma a Niagara vízesés idefent van, kettéágazva a szigetnél. Igazából két Niagara vízesés van, egy kanadai és egy amerikai. Charles Lyell ideje óta is sokat erodálódott. Azt írja a tankönyv, a hasadék, melyben a folyó folyik, 12 km hosszú. Egy egyszerű számítás bizonyítja, hogy 9900 éves.
vízesés. Azért ez nem ilyen egyszerű. A Niagara vízesés itt van, feljebb kezdődött északon. Ha a Föld több milliárd éves, miért nem erodált mostanra az Erie-tóig? Miért van ott a Niagara vízesés? Van erre egy elméletem. Tudják, úgy 6000 éve Isten megteremtett mindent, 4400 évvel ezelőtt pedig volt egy özönvíz. Ahogy az özönvíz végig söpört a tájon, úgy 20 perc alatt kiválta azt a hasadékot. Csak 9900 évesnek tűnik. Kifelejtették az özönvizet. Egyébként még el is számolták magukat, mert 8400 évet kellett volna kapniuk, de hát mit is várunk tőlük? Amikor esik, a víz 30% az óceánba folyik, és ásványi sókat visz magával. Az óceánok minden nappal sósabbak lesznek. Ma 3,6%-uk só. Ezt kevesebb, mint 5000 év alatt is össze tudták volna hozni. Kérdés, miért nem sósabbak az óceánok? Nos, tudják, 6000 éve Isten megteremtett mindent, 4400 évvel ezelőtt pedig volt egy özönvíz. Az özönvíz óta az óceánok egyre sósabbak lesznek. Egy ateista egyszer azt kérdezte tőlem, Hovind maga szerint hogy élték át az özönvizet az édesvízi halak? Mire én, uram, azt feltételezi, hogy az özönvíz sós volt? Mire ő, az óceán vize sós? Mire én? Igen, ma az. Az özönvíz alatt valószínűleg többnyire édesvízű volt, majd egyre sósabb lett, ma pedig néhány állatnak alkalmazkodnia kell a sósvízi élethez. Így aztán vannak édesvízi és sósvízi krokodilok, valószínűleg közös őssel, ami egy krokodil volt. Mire ő? Ez evolúció. Nem, nem az. Az édesvízi életről sósvízire váltani csupán apró változás az evolúciós meséhez képest. Maguk szerint kőből alakultak ki a krokodilok. Na, az nagy változás. Egy alabamai barátom halakat tenyészt, Black Mollykat. Elkezdett sót adagolni az akváriumukba. Két hét alatt sósvízi halakká változtak. Amikor visszatette őket az édesvízbe, 30 perc alatt megdöglöttek. Tudnak alkalmazkodni a sósvízhez, gond nélkül. Kire szólt már rá a barlangi vezető, hogy ne nyúljon a cseppkövekhez, mert évmilliók alatt jöttek létre. Mind ugyanazt mondják, igaz? Kentuckyban van a mamut barlang, ugye? A Karsz barlangokban azt mondják, 250 millió év alatt jöttek létre. Tanulmányozták a cseppköveket, és arra jutottak, hogy 1000 év alatt nőnek 6,5 centit. Ez a maximum. Nem hinném. Íme néhány 125 centis cseppkő a Lincoln emlékmű alatt. 40 év alatt nőttek oda. Ez a denevér elrohadni sem tudott, előtte vált cseppkővé. 5 centis cseppkövek nőnek egy pensacolai hűtőházon. Ezt a házat 40 éve építette egy indiánai fickó. A pincében hatalmas cseppkövek nőnek a mészkőn átszivárgó víz miatt. Itt egy ausztrál bánya, amit 55 évre lezártak, amikor újra kinyitották, óriási cseppköveket találtak. Ez a cső 7 évig csepegett, egy 33 centis cseppkövet hozott létre. 6,5 centi 1000 év alatt? Inkább úgy 5 centi 1 év alatt. Letörték a cseppkövet, ami alatta volt, és nekem adták. Most a múzeumunkban van. Ezt a parkolót 1997-ben építették Texasban. Cseppköveket hozott létre az alatta parkolók autóján. Egy tálcával kellett felfogni a vizet. Egy wyomingi fickó termálvizet talált a Thermopolis-i földjében, úgyhogy ledugott egy csövet. A víz kijött a cső tetején és lefolyt az oldalán. Egy kis szökőkút lett belőle. Tipi szökőkútnak nevezték el. A fickó közben meghalt, a cső viszont maradt a földben, az idő telt, és a cső falán lerakódtak az ásványi anyagok. Láttak már ilyesmit? A mosdókon jelenik meg, úgy van. 95 évvel később a cső még mindig ott volt. Elmentem megnézni. Íme, ilyen volt 1998-ban. Elég sok cillit beng kellene, hogy letakarítsunk ennyi vízkövet, nem igaz? Igen, elég sok. A közelben lakó fickó később kezdte, az övék kisebb. Tudták, hogy a jelenlegi eróziós sebesség mellett a kontinensek 14 millió év alatt laposra erodálnak? Miért találnak akkor tengerszint felett ennél 300-szor idősebb kövületeket? 300-szor a tengerben kellett volna kikötniük. Ha repülnek egy-egy nyugaton és megnézik az eróziós nyomokat, azt fogják mondani, ezt a helyet az özönvíz pusztította el. Az egész világot az pusztította el. Ha megtehetik, repüljenek oda és nézzenek ki az ablakon. A világ legősibb nyelvei elég érdekesek. A fő írásrendszerek eredete a National Geographic-ből.
Hogy mit írnak? Nos, azt, hogy Krisztus előtt 3-5 ezer körül jelentek meg a legősibb írások. A legősibbek, de a legősibb nyelvek is modern, kifinomult és teljes nyelvek. A kínaiak szerint a 2000. év a 4700. év volt. A naptáruk az özönvízzel kezdődik, Noét Fuhinak hívták. A legrégibb feljegyzett halálbüntetés 3800 éves. A héber naptár szerint 2000-ben volt 5760. Azt tudjuk, hogy a héber naptárt elszúrták, mert egy rabbi szándékosan kivett belőle pár évet, hogy ne stimmeljen a Jézus profécia. A szászok családfája Ádámig van levezetve. A dánok és norvégok Noéig jegyezték fel a királyaikat. Az egyiptomi uralkodók listájának ne higgyenek, az nagyon el van túlozva. Olvassák el erről Corville írását. Miért van az, hogy a legrégibb megbízható írásos emlékek 6000 évnél fiatalabbak? Nos, nekem van erre egy elméletem. Már tudják, hogy mi. A Bibliának igaza van. Tudományosan is teljesen korrekt. A fiatal föld bizonyítékai elsöbrőek. A diákok mégsem azt tanulják, csak az öreg földről hallanak. Emlékeznek még, mit mondtam a régi pénzekről? A legújabb évszámokat kell megnézni, nem a régieket. Ezek a könyvek már nem a tudományról szólnak, hanem az evolúcióról. Szerintem ez egy nagyobb dolog, az új világrend része. Tudják, a hunatyák valamikor azt mondták, ezen igazságokat magától értetődőnek tartjuk, minden ember egyenlővé lett teremtve, a teremtő pedig bizonyos elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel őket. Például jogunk van egyházakat létrehozni, az államnak nincs. Házasodni is jogunk van, ahhoz nem kell kérni az állam hozzájárulását. Nagy különbség van a polgári és az egyházi házasságkötés között. Azt tudták, hogy a keresztény neveltetésű gyerekek 75%-a egy év állami egyetemi oktatás után elveszti a hitét. Ez történt Crawford Toyle is. A legtöbb ember nem hallotta még ezt a nevet, de híres baptista professzor volt. Majdnem feleségül vette Lottie Moon-t. Róla hallottak már? Lottie Moon egy komoly misszionárius volt, és Kínában szolgált. Crawford Toyle a polgárháború után Európába ment, ott hallott az evolúció elméletről. El is hitte, és evolucionista lett belőle. Aztán visszatért a hittanórákhoz, és ezt mondta, tudják, a Biblia a hatnapos teremtést tanítja. De egyszerűen téved. A Biblia téved, de na itt álljunk meg, Crawford. Talán a te elméleted téved, és talán kimosták az agyad. Könnyű kimosni az emberek agyát. Én itt most kimosom mindenkinek az agyát, aztán mehetünk is haza. Holnap az Édenkertjéről fogok beszélni, hogy milyen volt, és hogy tényleg 900 évig éltek az emberek. De először jöjjön az agymosás. A következőt fogom tenni, elmondok egy történetet, és közben kimosom az agyukat. Akivel még nem történt ilyesmi, az se féljen, ártalmatlan dolog. Miután elmondtam a történetet, két egyszerű kérdést fogok feltenni. Ha tudják a választ, csak emeljék fel a kezüket. Ha nem tudják, akkor sikerült kimosnom az agyukat. Figyeljenek, kezdem a történetet. Egy nap egy ember elment otthonról futva. Futott egy kicsit is balra fordult, futott egy kicsit is balra fordult, futott egy kicsit balra fordult, majd hazafutott. Ahogy futott haza, két állarcos férfit vett észre, akik rávártak. Kik voltak az állarcosok, és miért ment el otthonról futva? Ha tudják a választ, fel a kézzel, de ne mondják ki. 5-6 ember. A többiek figyeljenek, újra elmondom. Egy nap egy ember elment otthonról futva. Futott egy kicsit és balra fordult. Segítek, ez fontos. Futott egy kicsit és balra fordult. Futott egy kicsit, balra fordult, majd hazafutott. Ahogy futott haza, két állarcos férfit vett észre, akik rávártak. Kik voltak az állarcosok, és miért ment el otthonról futva? Ki jött még rá? Még ketten. Figyelem, itt az utolsó próbálkozás. De most visszacsinálom az agymosást. Nem vették észre, de az első 3 másodpercben mostam ki az agyukat. Most visszacsinálom az egészet úgy, hogy mutatok pár képet.
Ugyanaz lesz a történet, szóról szóra, csak képekkel. Érezni fogják, ahogy kitisztul az agyuk. Nagyon király lesz. Készen állnak? Kezdjük. Egy nap egy ember elment otthonról futva. Futott egy kicsit és balra fordult. Futott egy kicsit és balra fordult. Futott egy kicsit balra fordult, majd hazafutott. Ahogy futott haza, két állatos férfit vett észre, akik rávártak. Kik voltak az állatosok? Hát az elkapó és a bíró. Hát, ilyen könnyű kimosni egy ember agyát? Ilyen könnyű. Amint kimondtam az otthon szót, rögtön egy házra gondoltak, és letértek a helyes útról. Onnan már nehéz visszatalálni. Tudják, hogy mossák ki a gyerekek agyát ezzel az évmilliós szöveggel minden évben. Gyerekek millióinak mossák ki az agyát minden évben, és milyen egyszerűen csinálják. Az óvodás még olvasni sem tud, de kap egy ilyen könyvet. Már tudok olvasni a dínókról. Valaki megtippelni, mi a könyvben az első mondat? Évmilliókkal ezelőtt. Az első 5 másodpercben eltérítik a gyereket. Ebben a városban hány gyereknek tanítják ezt? Mondjuk mindnek. Ezzel Jézust hazugnak nevezik. Évmilliókkal ezelőtt éltek a dinoszauruszok? Dr. Seuss szerint évmilliókkal azelőtt, hogy megszülettél. Jézus azt mondta, hogy Ádám teremtése volt a kezdet. Valaki téved. A Biblia azt állítja, hogy az özönvíz előtt az emberek 900 évig éltek. Hogyan lehet ez? Erről szól a második videó. És hogyan történt az özönvíz? Arról a 6. videón beszélek. Mi a helyzet a dínókkal? Megnézhetik a 3. videón. A lényeg, hogy az iskolában azt tanítják, hogy nyálkából fejlődtünk emberekké. Vigyázat, ez egy veszélyes filozófia. Jézus mondta, vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsenek titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, ami az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Ha egy gyerek 12-16 évet jár iskolába, hogyan fog a világra tekinteni? Valószínűleg evolucionistaként. Ha a Biblia nem téved a kezdeteket illetően, talán a véget illetően sem téved. Foglaljuk össze. Isten teremtette a világot, az övé, ő alkotja a törvényeket, amiket mi megszegtünk. Mindannyian. Bebizonyítom, itt van a 10 parancsolat. Azt mondta, ne tégy hamis tanúbizonyságot, vagyis ne hazudj. Hányan hazudtak már életükben? Lássam a kezeket, különben megint hazudnak egyet. Ne lopj. Kilopott már el valamit. Nyugi, már beismerték, hogy hazugok. Magasba a kezekkel. Te is felemelted a kezed, testvér? Tehát itt egy rakás hazug, tolvaj ül, igaz? Olvassuk el az egész listát, vagy inkább álljunk le. Nem kérdés, bűnösök vagyunk, ezért büntetés jár. Isten igazságos bíró nem nézheti el a bűnt, ezért megbűnhődünk, vagy bűnhődünk helyettünk valaki más. Jézus. Meg akarja fizetni a bűneink árát. 36 évvel ezelőtt elmondtam neki, hogy megfizetheti a bűneim árát. Bűnbocsánatot kértem. Hé, ha még ma meghalnak, hová kerülnek? Dohányzó vagy nem dohányzó részlegbe? Hová megyünk, miután meghalunk? Ezen el kell gondolkodni, mert nagyon sokáig leszünk halottak. Ebben az életben csak egy rövid gondolatjelet kapunk 2 évszám között. Egy nap meghalunk. Próbálom az életem végére hagyni, de meg fog történni. Talán még ma? Látták, hogy vezetnek Knoxville-ben? Őrültek is beülnek a volán mögé emberek. Lehet, hogy már hazafelé menet magukba hajt az egyik. Akkor hová kerülnek? Ha nem tudják a választ, akkor kérjék az Urat, hogy bocsássa meg a bűneiket. Aki megtért, attól azt kérdezem, hogy rendesen végzi az Úrtól kapott feladatát. Mindenkinek tennie kell valamit az Úrért. Háborúban segítsenek megnyerni. Lássanak munkához, nyerjenek életeket, tartsanak gyerekeknek Biblia órát. Mi próbálunk segíteni a kiadványainkkal és a videóinkkal. Szeretnénk megerősíteni az Úr igéjébe vetett bizalmukat. Reméljük, élvezték a teremtésről és az evolúcióról szóló sorozatunkat, de a tudomány tényeinél és tévedéseinél sokkal fontosabb tudni, hogy a mennybe jutunk-e vagy sem. Ha még nem tért meg, akkor gyorsan elmondom, mit kell tennie ahhoz, hogy üdvözülhessen.
A Biblia szerint mind bűnösök vagyunk, megszegtük Isten törvényeit, ellenszegültünk a Teremtőnek, gonosz dolgokat tettünk. Az ember szemében vannak rosszak és rosszabbak, de mind megszegtük Isten törvényét. A Biblia szerint bűnbánatra van szükségünk. Meg kell térnünk. Ez két dolgot jelent, elfordulunk a bűntől, és odafordulunk Istenhez. Isten várja, hogy megváltozzon a hozzáállásunk. Azt kell mondanunk, Uram, nem akarok többé rosszat tenni, sajnálom, hogy vétkeztem. Elfordulunk a bűntől, és Istenhez fordulunk. Istenem, kérlek, bocsáss meg nekem, és ments meg. A rómaiakhoz írt levélben ez áll, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. El kell ismerni, hogy bűnösök vagyunk. A Biblia azt is kimondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Megérdemeljük a halált és a kárhozatot, de Jézus meghalt értünk, mert szeret minket. Azt akarja, hogy mind üdvözüljünk. Aki kéri a szabadítását, annak az örök élet ajándékát adja Isten. Ingyen adja. A rómaiakhoz írt levélben ez áll. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Csak mondják azt, hogy Uram, bűnös vagyok, kérlek, bocsáss meg nekem, és megkapják az örök élet ajándékát. Imádkozzon most velem, és fogadja el Krisztust, mint megváltóját. Nincsenek varázsigék, Isten a szíveket vizsgálja meg, elég komolyan elmondani a következő imát. Drága Úr Jézus, tudom, hogy bűnös vagyok, megszegtem a törvényeidet, sajnálom, kérlek, bocsáss meg nekem. A véreddel töröld el minden vétkemet, bocsásd meg a bűneimet, és vigyél a mennybe, Jézus nevében. Amen. A Biblia azt mondja, aki segítségül hívja az Urat, üdvözül. Tehát, ha arra kérte az Urat, hogy mentse meg, meg fogja tenni. Most már csak növekedni kell a hitben, olvasni a Bibliát, imádkozni, eljárni egy jó gyülekezetbe, hogy jó keresztényé válhasson. Köszönöm, hogy meghallgattak.